Polgári Mondó. Érték a felszín alatt. Hát szeretettel köszöntünk mindenkit a Polgári Mulatóban. Örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk, és hogy a mítikus történelmi sorozatunkat folytathatjuk Szántai Lajossal. Köszöntsétek nagy szeretettel! És hogy ugye a mítikus történelmünk előző epizódja az Ámos vezér volt, most Árpáddal folytatjuk, és elméletileg, ha minden igaz, akkor Szent István decemberben, még karácsony előtt egyik csütörtökön, nem tudjuk még melyik az, de valamelyik csütörtökön, hogy figyeljétek a Facebookot, a kedves YouTube nézők is figyeljék, és akkor várunk szeretettel benneteket. És most át is adom a szót Szántai Lajos professzor úrnak, hogy kezdje meg az előadását. Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. A helyzet az, hogy benne vagyunk egy nagy menetelésbe, tehát egy folytatása következik az elmúlt alkalomnak, de az elmúlt alkalom pedig folytatása volt az azt megelőzőnek, az azt megelőző meg az annak előttinek, tehát Nimroddal kezdtünk, Attila királlyal folytattuk, az elmúlt alkalommal a honfoglalás idejének, honvisszafoglalás idejének álmos vezér köré rendezhető hagyományvilágát néztük át, és hát eljutunk most Árpád vezérhez és a hét magyarhoz, de végeredményben ezt már álmos fejedelem, álmos vezér témakör okán is részletezhettük volna. Ha valaki meglátogatja a Hősök terét, akkor azt tapasztalhatja, hát hogyha úgy tényleg megnézi, hogy mit lehet ott látni, egyáltalán annak a szoborcsoportnak ott középen, és ami fölötte van egy nagyon szép karcsú oszlop tetején, hogy annak milyen üzenete lehet. Azt kell mondani, hogy magyar nemzet, a magyar történelem, az üdvtörténelem szempontjából, ennél pontosabban, hogy mi a feladata a magyar népnek a Kárpát-medencébe, és miért történt a második bejövetel, azt kell mondani, hogy alig lehetne pontosabban felidézni, ábrázolni, mondjuk a szobrászat keretén belül, de hát itt bronzszobrokról van szó, tehát ez egy bonyolultabb művészeti ágazat. Általában ókor világában magas kultúrákat azzal szoktak mérni, hogy milyen a fémművesség, milyen az ötvös művészet, milyen a bronzöntési technika. Hát ez a millennium ünnepségekre készült. Egy biztos tökéletes, jó és pontos üzenete van. Sokakban az okozhat esetleg gondot, hogy Árpád vezér, mint központi lovas alak, hát miért a köré a hetesség köré, vagyis miért van az, hogy köré az a hetesség rendeződik, ami Anonymousnál szerepel. A krónikákban egy másfajta hetességet, hetesrendszert kapunk meg, de tudni kell, hogy ezt is nagyon szépen meg lehet indokolni, tehát elmondja Anonymous Gesta Hungaroruma, és hogyha elmondja, akkor Dióhéjban egy-két mondatot erről a műről érdemes szólni, másolatban maradt meg. Na most tudni kell azt, hogy nagyon sok történelmi forrásunk másolatban maradt meg, egyedül a képes krónika az, ami ebből a szempontból eredetinek tekinthető, és hát ott gyakorlatilag a másolat azért nem érvényesülhetett volna, hogyha mondjuk egy bizonyos korban a képes krónikát teljes egészében le akarják másolni, mert ott másfél százra tehető a miniatúráknak a száma, és mind a mai napig nem tudjuk, hogy milyen technikával, milyen módon készültek ezek a parányi kis képek. De ez a miniatúra festészetnek a csúcsa, a képes krónika. Tehát se előtte, se utána, én legalábbis eddig nem tapasztaltam, hogy valahol valamilyen kódex, úgymond díszítése révén ilyen hatásos, ilyen szuggesztív, és mondom, a miniatúra festészetnek egy utolérhetetlen csúcsa. Ráadásul a képes krónika 1358-ban Nagy Lajos király idejében készült, minden jel szerint magának a királynak. És hát miért tértem erre ki, ha majd Anonymousszal fogjuk folytatni, mert ez a két mű
itt most a téma vonatkozásában főszereplőként fog megjelenni. De hogyha már Anonymusra utaltam, és a képes krónikával folytattuk, akkor nagyon gyorsan a képes krónika világát megelevenítve, tehát még abban is egyedülálló, hogy azt megelőző időből nincs se nyugaton, se máshol Európában olyan kódex, amely egy népnek a történetét nem csak szövegben, hanem tartalmas, megidéző, szuggesztív képekben is elbeszélte volna. Tehát miért lényeges ez? Mert nem lehetett sehonnan kölcsönözni ezt a műfaji sajátosságot. Tehát a képes krónika az első olyan festett kódex, ahol egy népnek a történelmét a kezdetektől, ott Nimrodtól, Hunor magyartól, gyakorlatilag Nagy Lajos és az ő édesapja Károly Róbert idejéig végigkövetik. Tehát teljesen egyedülálló. Mert tudni kell, hogy miniatúra festészet az mindig is létezett, festett kódexek mindig voltak, de ha történetesen mondjuk egy Párizsban vagy Münchenben vagy Rómában őrzött festett kódex miniatúráját valaki felnagyítja, akkor azt tapasztalja, hogy nem bírja ki a nagyítást. Tehát tulajdonképpen nincs mit nagyítani, mert amit látunk, az fog egyre nagyobbá válni, semmi többlet, részlet, gazdagabb forma vagy alakzat, vagy mondjuk egy arcábrázolás esetében az arcvonások, a tekintet, a szempárnak a tekintete, tehát egyszerűen nem jelenik meg, és inkább szétesik a nagyítás révén mondjuk egy ilyen kép. A képes krónika világában azt lehet megtapasztalni, hogy házfal nagyságúra ki lehet nagyítani, és olyan részletek jelennek meg, amik nagyítás nélkül egyszerűen nem észrevehetőek. Hát gondoljuk végig, hogy egy arcfelület nem egy alkalommal, mert a miniatúrákon belül is vannak kisebb-nagyobb képek, de úgy általában mondjuk egy arc, ahol van bajusz és szakál, van haj, legyen ez egy király fején korona, vagy hercegi süveg, hogyha uralkodó, vagy királynak a fia, vagy éppen vezérlő fejedelem, de maga az arcfelület az három gombos tűfej méretre tehető. Most képzeljük el, ekkora a szabad felület, és ugyanakkor pedig szuggesztív a tekintet, jellemet lehet. Szinte portrészerű, hitelességű ábrázolásokat kapunk. És ebben a képes krónikában, az egész képes krónika képvilágát, hogyha figyelembe vesszük, a legnagyobb méretű kép, meglepő módon nem a kezdeteknél jelenik meg, tehát Hunor magyar csodaszarvas vadászatánál, nem Attila királynál, pedig ott három lap szélességű, pontosabban fogalmazok, tehát egyetlen egy lap szélességű képet láthatunk, ez Aquilea bevétele, és ilyen lapszélességű, téglány alakú képek, azok rendre szerepelnek. De olyan, hogy egy fél oldalt betölt egyetlen egy kép, tehát a legnagyobb kép, az meglepő módon a magyarok második bejövetele. És ilyenkor felmerül kérdésként, hogy vajon miért. És ennek a bejövetelnek a képes krónikában teljesen egyértelműen Árpád vezér válik a főszereplőjévé, de most nem is ezt a vonalat szeretném tovább folytatni, csak figyelmeztetni szeretnék arra, hogy 1358-ban visszatekintve az addigi több évezredes, mert hogy Nimród mikor élt, Hunor magyar mikor szegődött a csodaszarvas nyomában, hát biztos, hogy nem tegnap és tegnap előtt, ez Jézus születése előtt évezredekkel történhetett, és Nimród pedig az ókori világban, már a mezopotámiai korszakban, ha szóba kerül, akkor úgy beszélnek róla, hogy nagyon ősi, nagyon régi. Tehát nem már tudni, hogy a bibliai család fán, tehát a népek származása történetén, hogyha elindulunk az özönvíz utáni helyzetből, tehát Noénak van három fia, újraindulnak az özönvíz által létesült katasztrófa után, az élet újraindul a Földön, van három kifutási lehetőség, Sém, Kám, Jafet néven vannak jegyezve, és a Bibliában Nimródhoz Kám ágán jutunk el, tehát Kus fiaként fog megjelenni.
A magyar hagyományban meglepő módon, szinte teljesen egyöntetűen Jáfet ágából és Tanán keresztül származtatják le Nimródot. Ezt csak azért mondom, hogy érezhetővé váljon, hogy mondjuk a képes krónika is Árpád vezér és Álmos fejedelm születés történetét és Árpád Kárpát-medencében a hon visszafoglalás műveletét, ahogy végigveszi a képes krónika, ott megjelenik a családfa, és ott is tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy Noé fia Jáfet, Jáfet fia Tana, Tana fia Nimród. És gondoljuk végig, hogy a Szent Istváni térítés és fordulat után vagyunk, 358 esztendő eltelt, és vannak olyan biblikus történetek, amelyek a magyar hagyományban nem úgy jelennek meg, ahogy egy külföldi hittérítő, vagy egy külföldi, hogy úgy mondjam, másoló inas termékeként bejelölő kódexet, ha itt újra másolnának. Tehát van egy önálló magyar hagyomány, és erre érdemes odafigyelni. Tehát vissza kanyarodva, hát nagyon úgy néz ki, hogy Noénak unokája, dédunokája volt Nimród, ő volt az első király a földön, és hát ez azért elég mitikus régi korra tehető. De a nagy emlékezetben a magyar történelemben, a magyar krónikás hagyományban ettől az eredet vonaltól legfeljebb úgy térnek el, hogy a szkítiai első uralkodót, pátriárkát, uralkodót, Magógot adják meg a magyarok ősének. De sok variáció nincsen, mert a legáltalánosabb szinten, ahogy jeleztem, Nimródot fogjuk megkapni. És egy ilyen hatalmas múlt folyam vonatkozásában eljutunk a magyarok második bejöveteléhez a képes krónikában, és egy hatalmas nagy, tehát fél oldalt, teljes oldallapszélességet kitöltő miniatúrát találunk. Tehát se előtte nincs ilyen, se utána nincs ez a nagyságrend. Nagyon egyszerűen szólva, tehát a magyar történelemnek végeredményben számunkra, mert 1358 után még jönnek évszázadok, eljutunk a mai időbe, és nyugodtan vállalhatjuk, ami mondjuk a 14. században így megnagyobbodott, annak most is nagynak kellene maradni. Mert az, hogy a Kárpát-medencében vagyunk, az a második bejövetel nélkül, hát nem lenne történelmi tény. Tehát, hogy érthető legyen. Akkor Attila után befejeződött volna a magyar történelem, és ki tudja, hogy magyar nyelv létezne, vagy egyáltalán hogyan lehetne számon tartani azt az időszakot nekünk. Tehát, hogyan tudtuk volna folytatni. És már ebből lehet érzékelni azt, hogy Árpád vezérnek, hát hatalmas és döntő jelentősége van. Minden esetre akkor most jön egy váltás, és Anonymus Gesta Hungarorumáról fogok elmondani megint csak néhány, hát művelődés történetre vonatkozó mondatot, néhány adatot. Tehát még a képes krónika az eredeti, egyébként a Budai Várban, a Széchenyi Könyvtárban őrzik az eredeti példányt, reprint, hasonmás kiadásban többször megjelent, de Anonymusszal az a helyzet, hogy az viszont tényleg másolat, tehát 13. századból való másolat. És ez azért nagyon lényeges, vagy 11. század vége felé tehető másolat, ez azért nagyon lényeges, mert hogy a lényegről elterelje mondjuk a hivatalos kutatástörténet a figyelmet, akkor mindig feldobnak ilyen slágergyanús témákat. Tehát ez mit jelent? Anonymus Gesta Hungarorum, tehát kicsit regényesnek tűnő története magyar múltnak, és elsősorban ott a hon visszafoglalás idejét tárgyalja az névtelen szerző, hogy tulajdonképpen, mivel úgy indul maga a mű, hogy P. Dictus Magister, tehát ő a P-nek nevezett mester, akkor hát én pontosan emlékszem, az én gyerekkorom nagy történelmet szerető, kedvelő öregjei semmi másról nem voltak hajlandók vitatkozni, mint hogy ki volt ez a P. Dictus Magister, és akkor minden, de azóta ez megmaradt egyébként, hogy mindig ez a kérdés, hogy ez most Pósa volt, Péter volt, Pál volt, annyi P betűs név van a naptárban, hogy a világ végéig lehet ezzel szórakozni.
Ugyanakkor pedig hogyan folytatódik, nem szórakozás, mert nagyon fontos dologról lenne szó, hogyha maga a Anonymous ezzel a P. Dictus Magisterrel nem jelezni, kedves majd 20. század végi történelem búvár, nem az a lényeg, hogy hogy hívnak, hanem az, hogy mit írok. És ha ti nemzedékről nemzedékre azon fogtok kardot csörtetni, hogy hogy hívnak, hát a lényeg el fog sikkadni. A mű üzenete a lényeg. A másik pedig, mivel ő Béla király néhai jegyzőjeként tartja magát számon, hát ki lehet találni, 4 Béla nevezetű királyunk volt, lehet vitatkozni. Kedves osztottak és osztatlanok, idézőjelbe, mert akik még nem osztatlanok, azok majd úgyis azok lesznek, és akkor kialakulnak a szekértáborok, hogy első Béla király jegyzője volt, másodiké, harmadiké, negyediké, huszadrangú kérdés, vajon miért, mert másolatban maradt fönt. Kérdés, mit nem lehet ebben megérteni. És nyilván az a kor, amikor másolják, ezt mindenféle időszakra, második András korára teszik például, mert mindig harmadik Béla számít befutónak. Miért? Mert Bizáncban nevelkedett. Na most harmadik Béla, a majdani harmadik Béla, mint Béla királyfi, nem Bizáncban nevelkedett, ez egy másodlagos helyzet, mert tényleg kapott nevelést. Ez vitathatatlan dolog. De a bizánci trón várományosa volt. Most nem tudom, hogy érzékeljük-e, hogy mondjuk ösztöndíjjal elmegy valaki Konstantinápolyba, valami stúdiumra és nevelkedik, vagy ő maga a bizánci trón várományosa. Német-római császárt, francia királyt soha, semmikor nem hívtak meg német-római, vagyis bizánci császári trónra. Nos, ebből is lehetne már érzékelni, hogy mekkora a magyar királynak mondjuk a jelentősége a középkorban, tehát ez kár, hogy nem annyira általános módon jelenik meg a közízlésben és a közgondolkodásban is. Mivel Bizáncban hosszú éveket eltöltött, hát mivel Bizáncot nagyon magasra értékeli, kelet-római birodalom, hát ha onnan hazajön valaki, akkor nyilván már műveltnek számít, mintha itt Magyarországon nem lenne műveltség. Most nem árt tudni egy nagy titkot. Könyves Kálmán soha nem járt se Bizáncba, se Ravennába, se Áhenbe, és a kornak a legműveltebb uralkodója volt. Na most megmarad lengyel forrásban, ahol lengyel királyi forrás kortárs elmondja, hogy ilyen művelt király kortársaink között nincs. Megmarad római pápaság adminisztrációs világán belül is, mert maradt fent olyan levél, ahol római pápa elismeri azt, ami királyoknál egyáltalán abban a korban ritka, hogy valaki ilyen művelt és ilyen tájékozott legyen. Na most hol tanult Könyves Kálmán? Segítek, Váradon. Váradon. Na most akkor lehet Magyarországon úgy tanulni, hogy egy általános európai keresztény műveltség fölé fényévekkel lehet emelkedni? Hát miért ne lehetne? Tehát harmadik Béla nem azért volt nagy uralkodó, mert mondjuk Bizáncban járt, és mivel Béla király jegyzője, ez a bizonyos P. Dictus Magister, hát nem attól tanult meg ő itt írni, mert harmadik Béla Konstantinápolyból mondjuk hazajött, és a kancellárián ténylegesen kötelezővé tette, hogy mindennek maradjon írásos nyoma. Tehát mivel másolat, tehát másolatban maradt fönt, a helyzet az, hogy huszadrangú ez a vita. És miután a fennmaradt másolat, az gyakorlatilag a magyar királyokat, hát mivel mondja, hogy Béla király, néhai jó Béla királynak a jegyzője, tehát Béla király akkor már elhunyt, csak András királyig vezeti, első András királyig a magyar történelmet. Tehát ez mit jelent? Ő első Béla király jegyzője volt, pont. Mert ha második élet volna, harmadik élet volna, negyedik élet volna, hát akkor gondoljuk végig, egy Szent Lászlót már illet megemlíteni, mindig hivatkoztak rá. És a többi magyar királyra. És Anonymous-e tényleg szeretett mesélni. Na most jön egy érdekes kitérő. Játszunk el a gondolattal,
hogy eredeti a szöveg, és mondjuk harmadik Béla korabeli. Annál inkább nagyobb dicséretet érdemelne. Miért? Mert lehet érzékelni, hogy a honvissza foglalás kora az olyan elevenen van benne több évszázad elteltével a nemzet emlékezetében, hogy bár most lenne olyan módon jelen. De látni fogjuk a képes krónika esetében 1358 még nagyon eleven. Nem azért, mert ahhoz képest tegnap előtt volt, hanem azért, mert a nagy emlékezet számon tartotta, hogy ha ők akkor heten, hét magyarként, és nyilván nem hét, mert 108 nemzetségről beszélnek, 108 nemzetségből 7 törzset említenek, bizánci források, ugyanakkor 7 vezért, 7 kapitányt, 7 fejedelmi szemét a hazai források. Tehát itt gyakorlatilag egy hatalmas nagy, mert elmondják, hogy van olyan forrás, ami elmondja, hogy leszámítva a családtagokat, a nőket, a gyerekeket, az öregeket, minden egyes kapitány köré vagy vezér köré, tehát egy hetes rendszerben minimum 30 ezer fegyveres férfi, hogy úgy mondjam, tömörült. Tehát ez egy nagyon komoly haderő volt. Hát szorozzuk meg a hetet, vagy a 30 ezeret héttel. Hát ez a korabeli és utána való időkhöz képest is egy nagyon komoly esemény. És hát felmerül kérdésként az, hogy jöttek, hogyan szerveződött meg az útjuk. Egyet lehet tudni, mindenki tud okos dolgokat mondani, ez a világ történelem legnagyobb szabású, hogy úgy mondjam, mozgása volt. Tehát ez azt jelenti, elindul egy nép egy Szkítiának nevezett területről, annak is a belsejéből, központjából, tehát a magyar népet a középkorban, még Bonfini idején, tehát Mátyás királynak volt a művelt itáliai humanista krónikása, a legszkítább szkítának a magyar népet tekintették. Úgy mihez tartás véget? Tehát majd erre is ki fogok térni. Na most hol volt ez a Szkítia? Egy biztos nagy valószínűség szerint Ázsiában, Ázsiának se valami perem vidékén, hanem Ázsia kellős közepén, hogy mihez mérjük Ázsiát, ezt megint nem érdemes ezen vitatkozni. Úgy nagyjából az Ural, mint hegy, a Kaszpi-tenger, mint hát tenger óriási méretű tó, azért úgy megadja azt a válaszvonalat. Tényleg, mint egy ugródeszka lenne ott, onnan nyugat felé, vissza pedig kelet felé. De nem árt tudni, hogy a kontinens, amit Európára és Ázsiára választunk szét, az egyetlen egy földrajzi egység. Eurázsia megnevezés az talán hitelesebb, mint hogy szétszedjük Európára meg Ázsiára. És végeredményben két olyan központot földrajzi testvérpárt lehet felmutatni ma is domborzati térképeken, s ráadásul a történelmi múlt emlékeit figyelembe véve, az egyik Európa kellős közepén van, ez a Kárpát-medence, a másik pedig Ázsia szívében, Ázsia belsejében. Ez nem azonos azzal a Közép-Ázsiával, amit most Kazakisztán területére lokalizálnak, ez a Tarim-medence. Na most egyedül a Tarim-medence az Ázsiában, ami egy zárt önálló földrajzi egységként jelenik meg, és még nem is olyan régen egyébként, ha nem is olyan régen azért 1-2 ezer évet jelent, de egy 1000 évtől kezdve az elsivatagodás, sőt 1500 évtől kezdve az hihetetlenül megnövekedett, de ott termékeny folyóvölgyek és folyamok voltak. Csak azt nem a Kárpátok koszorúja vette körbe, hanem egy hát, kicsit nagyobb, magasabb hegyvidék, tehát a Himalája, a Tien Shan, a Pamir, és ennek belseje ölelő, hogy úgy mondjam, hegyek által koszorúzta belsejében volt az a feltételezett ázsiai őshaza, ami minden jel szerint azonos az ázsiai Szkítia központjának. Most miért ilyen nyakatekert módon fogalmazok? Azért, mert Szkítiát csak eurázsiai léptékben lehet meghatározni. Miért? Mert mindenhol Szkítia van egy bizonyos történelmi időben.
De egy biztos, ha nyugat felé indulunk keletről, akkor Kárpát-medencében sűrűsödnek össze a szkíta múlt emlékei. Itt van egy csomópont, de gyakorlatilag a Német-Alföld, a Szarmata-síkság, ez a Lengyel-síkságot jelenti mindenhol, hát a Balkánon is, amit trák emlékeknek tekintenek, azok ugyanúgy a szkíta műveltséghez tartoznak. Kurgános temetkezés, ötvös művészet, ábrázolás, nagyon jól körvonalazható. Fekete-tenger északi partvidéke, gondoljuk végig, és bemegyünk egészen Ázsia legkeletibb tartományait, felkeressük, és már ott vagyunk a Paziriki kurgánnál. Tehát ilyen, elég ilyen rideg, hideg, fagyos helyeken is vannak szkíta temetkezések, tehát ilyen kicsit ilyen távolra temetkeztek, ilyen fejedelmi, nagy központi sírokat, hogyha kutattak bizonyos időkben, mint mondjuk éppen a kínai műveltségnek a ható körzete. Az tényleg nehezen lehetett megközelíteni valamikor azokat az északi-északkeleti fagyott területeket. Ennek köszönhetjük, hogy nagyon sok minden, például nemes takarók megmaradtak, mert mint egy ilyen hűtő jégkamraként működtek ezek a sírok a föld mélyében. Tehát a fa nem porlatt el, a szövet, vagy a nemez nem esett szét. És ez viszont egy nagyon komoly tétel, mert nem egy tudós egy évszázaddal korábban, tehát német-angol orientalisták megdöbbentek azon, hogy hát Eurázsia, van egy probléma, van egy szkíta múlt, ezt a szkíta múltat ismerjük, de hogy ekkora területen egy műveltség hogy lehet ennyire egységes, ugyanaz a ábrázolásokban, állatalakos művészetben, állatküzdelmi jeleneteknél gyakorlatilag ugyanazt a motivumvilágot tapasztaljuk Kárpát-medencétől a Tarim-medencéig. Na most egy biztos, a szkíta szarvas ábrázolások vonatkozásában, a Nemzeti Múzeumban is meg lehet találni, a legnagyobb, úgymond, hát arany szarvasdát, más fémeket szoktak megnevezni, de most egyszerűség kedvéért nevezzük meg. Ez a zöld halompusztai szkíta szarvas. Az összes többi a Fekete-tenger északi partvidékén vagy a Kaukázus előterében jóval kisebb. Hát jóval azért túlzás, de kisebb. Most azért gondoljuk végig, a két legnagyobb méretű, az egyik hosszában, a másik meg teljes testes formában, mégiscsak a Kárpát-medencéből került elő. És ez megint csak figyelemre méltó, de ezzel most átmenetileg nem foglalkozunk. Miért hoztam elő ezt a témát? Mert minden krónika abból indul ki, középkori históriás énekek és krónikák és mondai hagyományok, hogy Szkítiából vezet az út Pannóniába. Na most milyen érdekes, a régiek viszont két szkítiáról beszéltek, az európairól és az ázsiairól. Most az európai szkítia központja minden híreszteléssel szemben nem a Fekete-tenger északi partvidékének hatalmas szkíta leleteiről híres területét jelenti, milyen, mert földrajzi értelemben az a terület kiszolgáltatott. Tehát az, hogy van egy medence, hegyek veszik körbe, ez azt jelenti, hogy minden irányból jól védhető, és hát a hegykoszorú, magas hegykoszorú által védett terület belsejében pedig nevezetes folyóvizek ömlenek össze, jó minőségű a föld, tiszta a víz, és bőségben van minden, ami az élethez szükséges. Na most ez a Kárpát-medence. A másik a Tarim-medence. Kárpát-medencében jól lehet dokumentálni az őstörténettől kezdődő régészeti korszakokat, a Tarim-medencében nehezebb. Miért? Mert a sivatagi homok már gyakorlatilag mindent elöntött. Tehát az egyik, ahogy Steinauriel fogalmazza, Ázsia halott szívében, hát reményeink szerint majd életre kell egyszer, de most erre nincsen remény, a másik központ még mindig él, létezik. Na erre szokták mondani, úgy kellene viselkedni, hogy ezt figyelembe kellene venni. Tehát kell egy felelősségtudat is. És nem csak azért, mert csak hazai történelemben tudunk gondolkodni, hanem azért, mert földtörténeti szinten a Kárpát-medencének jelen pillanatban nincsen párja. Tehát egy páratlan, önnellátó földrajzi egységet képvisel.
Na most itt kialakulhatott kultúra, éppen ezért nem véletlen, most ilyen közhelyszerű dolgokat mondok el, aztán mindig problémát szokott okozni, mert a tényeket nem szívesen szokták hallgatni általában, nem itt, hanem bizonyos helyeken, és utána jön a szétkenés, hogy az nem úgy van, olyankor a C14-es módszer sem megbízható. Egyébként tényleg nem az, de teljesen mindegy ebből a szempontból. Tehát azok a mezopotámiai, Tigris és Eufrates térségében megjelenő leletek, régészeti emlékek, amelyek gyakorlatilag a Sumer korszaknak a kezdetét jelentik, sőt, még egy kicsit régebbi részét. Na most hasonló típusuk a Kárpát-medencében régészeti emlékek, hát Torma Zsófia munkásságára érdemes többek között gondolni, 19. század, a világ első régésznője. Nem árt ezeket tudni. Na minden esetre gondoljuk végig, az itteni hasonló típusú emlékek ezer esztendővel megelőzik azt, amit a Tigris és Eufrates térségében látunk. Miért? Mert a Tigris és Eufrates is egy átjáróház. Tehát nem veszi körbe védelmező, óvó, védő, megtartó, és ténylegesen nagy magasságot elérő, rengeteg erdőket, sziklákat, hegycsúcsokat, kevés átjárót tartalmazó hegykoszorú. Tehát ahol ki tud bölcsőszerűen alakulni kultúra, azt egyébként elmondják, oda mindig folyóvizek mentén jelenik meg, de lehet fokozni, kell valami természet által való védettség is. És tulajdonképpen, amikor felmerül a kérdés, például az az Olá Miklós, aki Mohácsi csata idején az özvegy királynénak volt a személyi titkára, tehát II. Lajos feleségének, Habsburg Máriának, és hát Habsburg Mária dicstelen körülmények közepette, budai királyi kincstárat azért kicsit megtizedelve, kifosztva, amit lehet hajóra rakott, viszi ki az országból. Minden esetre Olá Miklós, a majdani esztergomi érsek, az egészen Brüsszelig követi őt. És ír egy nagyszabású művet, hát Attila okán én ezt részleteztem. A könyvének címe, az első fejezet az a Hungária. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarország. Leírja a Kárpát-medencét. Na most gondoljuk végig, ha lenne egy átlag értelmiségi, aki 100 oldalban összefoglalva, így letó, melyik folyó, melyik patak hol van, hol vannak, milyen érclelőhelyek, milyen tájegységek vannak, hát az ember a világ legboldogabb embere lenne. Tehát először ismerteti a Kárpát-medencét. Figyelmeztet, és 1530-as években járunk, Brüsszelben fog hozzá az írásnak, és sírja vissza a régi magyar hazát. Na most ismerni kell a hazát, ami akkor a teljes egész Kárpát-medencét jelentette. És igen ám, de milyen erő tudja a Kárpát-medencét megtartani. És akkor a következő, a bevezető után, a Hungária után jön a téma kifejtése, Attila a magyarok első királya. És kiderül, hogy utána minden magyar király, de hát gondolom tudjuk magyar költészetben, egy Arany János, vagy egy Petőfi Sándor, vagy bárkit meg lehet említeni, vagy egy Zrínyi Miklós, költő és hadvezér. Az Zrínyi Miklós költő és hadvezér híres epigrammája, én vagyok magyarnak legelső királya, én utolsó világrészül kihozója, én lehetek tehát magyarnak példája, hír és birodalmát, hogy nyújtsa szabjája. Nem Szent István szólal itt meg, pedig ő is a magyarok első királya, hanem Attila. És emlékezzünk vissza, pont Olá Miklós Eszter, majdani esztergomi érsek írja, hogy hát az a helyzet, hogy ősi címerünk, a hármas halom a kettős keresztel, zöld hármas halom, fehér kettős keresztel, piros háttérrel. Na most hány szín jelenik meg? Hát itt van a piros, fehér, zöld. Tehát amikor még a nemzeti színeinket is a tegnap előtti korból magyarázzák, hogy mikor jelenik meg először, és nem átallanak úgy be, hogy tegnap előtt óta. Most nem mondok, mert még 1848 a kokárda révén is meg szokott említődni. Hogy hát azóta számolhatunk piros-fehér-zölddel. Persze, semmi gond. Semmi gond, tényleg semmi baj nincs. A képes krónika 1358 tele van piros-fehér-zölddel.
És nem egyszer úgy jelenik meg a hármas halom kettős kereszttel, hogy most mondom, tehát zöld, három hegy, fehér kereszt és piros háttér. Tehát nem kell ezt különösebben túl variálni. Egy biztos, ha van egy ilyen hármasságunk, hogy hit, remény, szeretet, hát a piros, fehér, zöld az nagyon közel áll hozzá, mert a piros a szeretet, a remény az a zöld, és a fehér pedig a hitnek, a tisztaságnak lesz a színe. És lehet fokozni a végtelenségig, hogy mi mindent jelent ez a hármasság. És mivel a domba hegy forma csak Egyiptomban és Mezopotámiában geometrikus ékekként kapjuk meg általában, nem szerves hullámzásként, de gondolom tudjuk, emberi műveltség legősibb rétegeiben a három hegy összeolvasva mindig urságot, uraságot, országot jelent. És ezen van egy kettős kereszt, közhelyszerű adatokat fogok ismertetni. Ez gyakorlatilag egy rovás írásos ABC-be a G hangnak lesz a jele. A G pedig mit jelent? Egy. Istennek az egyik neve az, hogy egy, mert belőle egy van, akkor a címerünk mit ábrázol? Nagyon egyszerű, ez Isten országa, pont. Aztán lehet folytatni, lehet szépíteni, lehet cifrázni a dolgokat, de általában egy ország címere, ha ennyit magáról el tud mondani, akkor az már tényleg megérdemli azt, hogy üdv történelme is legyen, ne csak hétköznapi történelme. És elmondja ez a bizonyos szerző, hogy bizony ezt Attila király kezétől bírjuk. Most gondoljuk végig. Több mint 5000 esztendővel Szent István után nem Szent Istvánnak tulajdonítja egy katolikus főpap, hanem Attila királynak. És szó nincs tévedésről. Tehát mit jelent az, hogy örökség? Azért hozom elő ezt az ügyet ilyen hangsúlyosan, mert gyakorlatilag óriási nagy kérdés, hogyha egy nép megtesz mondjuk 10 000 kilométer nagyságú utat, hát akkor azt nem azért fogja megtenni, mert felment a YouTube-ra, vagy a Facebook-ra, vagy valahol, és olvasták, hogy árleszállítás van a Kárpát-medencébe, olcsóbb a krumpli, a paradicsom, a paprika, meg a hagyma. És azt sem lehet komolyan venni, hát amit az ember nem is ért meg, hogy hogy lehet ide eljutni, hát mindenhova el lehet egyébként jutni, mert tévutak is vannak, és nagy tévedésekre lehet jutni, hogy ezen a népek ország útján a magyarok tulajdonképpen úgy estek be, hogy az egyik lovas nomád nép megtámadta mindig egy irányba az előtte lévőt, mondjuk nyugatra lévőt, azt jól megverte, majd ez a jól megvert nép, most azért gondoljuk végig a logikát. Mit csinál ez a jól megvert nép? Tovább lökődik, és akit még jól nem, tehát megvert állapotában, akár egy nála erősebb népet is tönkrever. Majd az a nála erősebb nép, akit tönkrevert, nem visszacsap egy nagy pofont, hanem megint csak lökődik, és mi a lényege? Ez a híres dominó elv. Hát ezt sokan részletezték, hogy mekkora képtelenség. De gondolom érzékeljük, mindig csak a Kárpát-medencéig dőlnek el a dominók. Tehát tulajdonképpen bennünket a besenyők pofosztak be a Kárpát-medencébe. Hát ahhoz képest, hogy a besenyők a Kárpát-medencébe nyilván rokonnép és testvérnép, miért? Mert ők is 7-7-esség mentén tartották magukat számon, és ha volt egy 8, volt vagy nem volt, lényeg az, hogy a legnemesebb törzsüket Kangárnak nevezték. Na most ez a Kangár nem a Hungárnak a névváltozata, hát az egész Kárpát-medence tele van nyugattól, kelettől, északtól, délig, milyen telephelyekkel. Még a mai megnevezések is őrzik az ősi besenyő, hogy úgy mondjam, világot. Hát úgy kötve hiszem, hogy tönkrevernek bennünket, és utána könyörögve kérnek, hogy azért ők is jöhessenek be a Kárpát-medencébe egy kicsit itt-ott-tamot letelepedni. Na minden esetre a Kárpát-medencét a világ történelemben egybe tartani egyetlen egy nép tudta. Nevezték szkítának, hívták hunnak, mondták avarnak, tartották magyarnak. Tehát más nép a Kárpát-medencét teljes terjedelmében egybetartani, összefogni soha semmikor nem tudta. Ilyenkor mondjuk azt, hogy pont. Mondat végén, de lehet három, lehet a gondolatot folytatni.
Tehát ez megint egy kitérő akar lenni. Csak érzékeltetni szeretném azt, hogy van egy kontinuitás, van egy folyamatosság, van egy folytonosság, és az, hogy másodszor jönnek vissza a magyarok, és krónikáinkban ilyen megfogalmazás, se Anonymus Gesta Hungarorumában, hogy honfoglalás nem szerepel, ezt illene tudomásul venni. Tehát a magyar nép történelmi időkben nem honfoglalásról beszélt. Ha mi arról beszélünk, legfeljebb pontosítani kellene, hogy hon visszafoglalás. Mert a honfoglalás önmagában, hogy az ember kihúzza magát, de ha elkezdünk gondolkodni, akkor a történelem tel is tele van olyan eseményekkel, hogy az egyik nép a másiktól elfoglalja azt, ami soha nem volt az övé, és utána saját honának tekinti. Tehát a honfoglalás, a magyar honfoglalás az nem ez a kategória. És hogy nem ez a kategória, ezt a képes krónika külön hangsúlyozza, minden geszta külön hangsúlyozza, és hát nem fogjuk elhinni, a világtörténelem is külön hangsúlyozza, perzsa, arab, frank, tehát nyugat-európai kútfőktől, bizánci forrásokig, kicsit csikorogva, de gondolom észrevettük, hogy a magyar népet kortárs források nem betolakodónak tekintik, hanem egy örökség visszavételének dokumentálják. Kinek az örökségét foglalják vissza? Attila király öröksége. És hangsúlyozom, ez minden, még a Nesztor orosz, hát Nesztor krónikának nevezik, de orosz krónikának hívják, még az orosz krónikák is tulajdonképpen örökségről beszélnek, csak egy kicsit olyan szétkenik a történelmi adatokat. Na most egészen más, hogy valaki vendégként jön, vagy kóvájgóként véletlenül beesik, vagy történelmi hitelességének birtokában egy örökséget vesz vissza. És onnantól kezdve, akik akkor itt vannak bent a Kárpát-medencében, hát ha van kedvük, elmenekülnek, ha van kedvük, itt maradnak, de a dominancia egyértelművé válik. És nem már tudni, hogy a magyarok második bejövetelének idején volt egy apró kis gond, ami nagyon emlékeztet az 1920. június 4-i helyzetre. Gyakorlatilag szét van szabdalva a Kárpát-medence. Tehát senki nem tudja egybetartani, nem rendeltetés szerint működtetik, mindegyik egy részt tud kiharapni belőle. Tehát ez azt jelenti, hogy a felvidék, a Dunántúl, a Dunatisza köze, a keleti részek, erdélyi részek külön más népek, országok fennhatóságai alá tartoznak. Most ezt nem fogom sorolni, mert nyilván nagy sértődések lesznek, de mondok egy példát, amikor Árpád vezér úgymond megüzeni Salánnak, Zalán névváltozattal is, találkozunk vele, Vörös Marti Mihály Zalán futása. Én jobban örültem volna, hát most ez nem azért mondom, de ha Vörös Marti, hát párducos Árpád, ő maga írja le. Hát nem a következményről kell beszélni, hogy Zalán fut, nem csak Zalán futott itt, amikor párducos Árpád bejött. Tehát egy kicsit olyan, hogy mondjam, olyan jobb, ütősebb cím lenne, hogy Párducos Árpád. De ki volt ez a Zalán? A bizánci császárnak és a bolgár uralkodónak a körzeti megbízottja. Tehát a déli irányból gyakorlatilag, mint a török időkben, hát pont ezt valósítja meg majd a török, hát az országnak ezt a belső részét, kiegészítve Erdély, hát gyakorlatilag a bolgár és a bizánci uralkodó koprodukció keretében hasítják ki a Kárpát-medence testéből. És írja Anonymus Gesta Hungarorumában, hogy, és nagyon lényeges, amit megfogalmaz, mert át szoktunk siklani felette, hogy Árpád nem dőj fel és nem gőggel, hanem tiszteletadással követei révén ezt üzeni Salánnak. Az én ősapámé, Attila királyé volt ez az egész Duna-Tisza közén elterülő és a többi terület. Na most ez mit jelent?
Ez egy legitimációs, hogy úgy mondjam, bemutatkozás. Tehát megjött a jogos örökös. És Anonymus Gesta Hungarorumában tulajdonképpen mindig ez jelenik meg, mert már a kijevi csata után, amit Álmos vezérel, már utána olyan adatokkal találkozunk végig, hogy az ottani népek is, szláv népek is mondják, Anonymus is írja, és mi is tudjuk, hogy a Kárpát-medence Attila király földje volt, tehát Pannónia. Attila király földje volt. És hogyan apostrofálják? Szó szerint egy ilyen földrajzi szent háromság jelenik meg, de ez nem csak földrajzi, hanem eszmetörténeti is. Tehát elindítja azzal, hogy Attila király földje. Na most Szent István óta viszont, hogy tartjuk számon, egy kettősség jelenik meg. Az egyik egy női főszereplőben mutatkozik meg, Magyarországnak ki a királynője? Szűz Mária. Ugyanakkor pedig szoktuk azt is mondani, mert így is tartja a hagyomány, hogy a Szent Korona országa. Tehát lehet érzékelni azt, hogy hogyan alakulnak a dolgok, de mégis ugyanoda vezethetők vissza. Szer fölött jó ez a föld. Tehát ez azt jelenti, hogy ameddig nem tették tönkre, gondolom tudjuk, eurázsiai szinten a Kárpát-medencében voltak a legjobb termő földek. És hogy mit ér ez a termőföld? Most egy nagyon gyors kitekintés. Ha a trianoni világot vesszük alapul, gondoljuk végig, szinte mindegyik ország abból a részből él, ami a Kárpát-medencéhez tartozik. Tehát bármennyire hihetetlen. Hát egy Jugoszláviát a Dinári hegységből nem lehetett eltartani. De a délvidékből el lehetett. Gondoljuk végig. Hát az az Alföldnek a déli részét jelenti. És többet nem is említek meg, csak tényleg, hogy vegyük alapul azt, amit egyszerűen az ember nem ért meg, hogy megint mit nem lehet megérteni. Jordániának 90%-a sivatag. Egyiptomnak 95%-a sivatag. Mezőgazdaságból, élelmiszerből szorulnak-e behozatalra? Hát, ha önnellátóak, és még Egyiptom krumplit visz Németországba, meg uniós piacra, akkor mi tényleg Bálám nemlegelő szamaraiként, nem is tudom, hogy hogyan, volt egy nagyon érdekes ókori ábrázolás arról, hogy a pokol az milyen. Hát ez még ilyen könnyed, humoros ábrázolás. Adva van egy szamár hátán egy ilyen pózna, a pózna végére rákötve egy illatos szénacsomó, a szamár ott van kint a legelőn, és hogy pusztul el? Megy az illatos szénacsomó után, amit soha nem fog elérni, de ha lehajolna, akkor ott volna. Nem fogjuk elhinni, így viselkedünk. Tehát egyszerűen fogalmunk nincs arról, hogy mi a Kárpát-medence, mi az, hogy magyar történelem, mi az, hogy népek történelme, és akkor csodálkozunk bizonyos dolgokon, ami mostanában világpolitikai történelmi szinten felütötte a fejét. Tehát minden úgymond megvan, megterem a Kárpát-medencében. És említettem ezt a fajta kontinuitást, ami nagyon lényeges. Tehát a népet, amelyik bejön a Kárpát-medencébe, meglepő módon onnantól kezdve bizánci források nevezik az első időben, például Árpád vezérről a türkök nagy fejedelme. Na most, ha Árpád a türkök nagy fejedelme, akkor bennünket mondjuk a fejedelemség idejében bizánci források milyen népnév alatt tartottak számon? Türk népnév alatt. Aztán ez kikopik, megszűnik. Tehát már Géza fejedelem idejétől, Szent István idejétől nem így fognak nevezni bennünket. Kik ezek a türkök? Megint csak bizánci források írják, csak pár száz évvel korábban mondjuk Mendarosz írja a következőket, hogy a türkök, tehát ez ugye a 6. századra tehető, a türkök, akiket szkítának neveztünk. Na most ez a kontinuitás. Tehát mindenhol, ha magyar történelmi időszakba bekapcsolódunk, mindig bejön ez a képlet, hogy szkíta.
És végeredményben ez a szkíta dolog azért nagyon lényeges, mert Anonymus is, Gesta Hungarorum is, minden történelmi forrás azt a Pannóniát, amit mi Pannóniának nevezünk, hogy Szkítiától Pannóni, egyszer csak elkezdi Szittya földnek, Szkíta földnek nevezni. Tehát visszatérve a nagy kunkor és kitérő révén, Olá Miklós majdani esztergomi érsek következőket írja, és azért szoktam én személy szerint idézni, mert nagyon szellemes. Következőket mondja. Lehet vitatkozni, hogy az európai vagy ázsiai Szkítiából származunk, de teljesen mindegy, mert szkíták vagyunk. Hogy érthető legyen. És bármilyen történelmi időszakot nézünk, ókortól középkorig, mindig a szkítát tekintették a világ legősibb, legrégebbi népnek. És nálunk szkíta jogfolytonosság, szkíta törvény, szkíta szokás, tehát a képes krónika 1358-ban egy bizonyos korszakig többször nevez bennünket szkítának, mint hunnak és magyarnak. Hát még Ady Endre is ér ezzel a kifejezéssel verseiben. Mi meg mosolygunk, hogy szítja. Hát valamit szítani kellene a hazaszeretett tüzét ténylegesen a szívünkben, lelkünkben, és nem árt tudni, hogy tényleg a legősibb népnek tekintették. Na most ez vitán felülálló dolog és ügy. És itt válik jelentőssé az, hogy mi az, ami a Kárpát-medencében megújul, újjászületik, és mi maradt tulajdonképpen a hátunk mögött. Hátunk mögött keleti irányba, rokon, de ez a rokonság édes testvéri szintre nem nagyon tornázza fel magát, talán az ujgurokat lehet egy nagyon közeli rokonsági fokon emlegetni, inkább unokatestvéri láncolatokat találunk, és azok a népek egyébként mongoltól kazakon keresztül az összes többi nem lenéz, ha találkozik egy magyarral, hanem felnéz. És a Kaukázusba is, hogyha valaki eljut, hát az ember megdöbben, hogy mi azt sem tudjuk, hogy ők kicsodák, de ők pedig abban a pillanatban elkezdik mondani Attilától a magyar történelmet, és még Nimrodra is visszautalnak. És csillogó tekintetekkel és szemekkel. És minél értelmiségibb valaki, annál jobban tiltakozik. Hát mi finnugorok vagyunk, hát nem tetszettek tudni. Hát milyen akadémiára járt az az akadémikus ott Viliszibe vagy Bakuba, hogy még ilyen apró dolgokat sem tudott megtanulni. Na hát ennyi, hogy úgy mondjam, bevezető után nézzük meg, hogy Árpádnak a neve, de még mielőtt tovább mennék, emlékezzünk, az elmúlt alkalommal tárgyaltuk, Petrus Ranzanus. Mátyás király idejében, Nápoly-Szicília király követeként jön Magyarországra, magyarul valószínűleg semmit nem tudott, Mátyással nyilván latinul beszélt. És ő ír egy magyar krónikát, és a következőket írja. Attila örök emlékezetre méltó férfiú volt, akinél sohasem volt és lesz hadi erényekben kiválóbb, aki nemzetének, amelyből született, halhatatlan nevet és dicsőséget szerzett, amelyet sohasem lehet eltörölni. Újra fel kell tehát keresni, vissza kell szerezni, és erényekkel megtartani a hazát, amely az oly híres férfi testét és sírját őrzi. Ez még a 15. században, Eurázsiában így tudták, és tőlünk nyugatra, Nyugat-Európában is. Római katolikus főpap nem kivetendőnek tekintette, hanem magyar királyság legitimációs forrása, kicsoda, maga Attila. Aztán megy tovább, és azt mondja, Álmos a legtekintélyesebb volt abban a nemzetségben, Attila király nemzetségéből származott. Van kérdés? És nem teszi hozzá, hogy Álmos is pogány volt, Attila is pogány volt, és tessék azonnal a kódexeket, amelyekbe ezek a nevek szerepelnek, szentelt hízzel behinteni. Tehát a legtermészetesebb ügy az európai és eurázsiai történelemben, hogy kik a magyarok, honnan származnak, és Árpád magyarjai mit kerestek Európa kellős közepén.
nem menekültek voltak, nem megvert hadak voltak, nem besenyőküldözöttei voltak, hanem egy jogos örökséget foglalnak vissza. Vesznek a birtokukba újra. Ez a férfi anyjától kapott Istennek tetsző nevet viselt. Hoppá. Hát ezt már múltkor elhoppáztam én éppen eleget, tehát most csak gyorsan felolvasom. Tehát hogy lehet az, hogy ekkor még vannak olyan római katolikus főpapok, hangsúlyozom, magyarul valószínűleg nem tudott semmit, hogy a pogány álmos születéséről, a pogány édesanyjáról mit mond, hogy ő Istennek tetsző nevet ad tulajdon gyermekének. Akkor ez hogy van? Vagy most hogy van? Mert nagy valószínűség szerint még fél ezer évvel ezelőtt se volt az a kultúrdiktatúra, nem is tudom milyen diktatúra Európában, ahogy ma modellezik a történelmet. És olvasom tovább. Anyja ugyanis, amikor megszülte őt, álmában egy turulmadarot látott magához repülni, és az behatolt méhébe, hogy később nagy ragyogás és fény közepette ő megszületett. Annak nagy fény eljutott a földkerekség legtávolabbi részéig, és ott maradt, de kibocsájtott mindenféle sugarakat, fénysugarakat, amely fénysugaraktól minden világ fény kapott, vel a hunok nyelvén, elnézést, milyen nyelven? Tehát a magyar nyelv, a szkíta nyelv, a hun nyelv ugyanannak a nyelvnek számít. Megint csak mondok egy nagyon szép szót, pont. Hát most nem lehet ezt tovább pontosítani. Tehát hunok nyelvén olvasom a Somnus álmot jelent, és a tőle született fiút álmosnak nevezték. Tehát gondolom érzékeljük, hogy a hon visszafoglalás után majdnem ezer esztendővel is Európában közügynek, közismertnek, közténynek számít, hogy a magyarok mit keresnek Európa kellős közepén. Gondolom tudjuk, szomszédos országokban, most nem nevezem meg, hogy éppen melyikben, mindig bármelyikben előfordul, hogy nagyon szeretnének bennünket valahova visszafelé keleti irányba küldözgetni, küldeni. Tehát ez mit jelent? Kialakul a 19. századi történetírás, de ez megkezdődött a 18. században, már markánsan jelentkezett, éppen Mária Terézia idején bontakozott ki teljes eleganciájában. Hát Hóman Bálint, Szekfő Gyula is leírják, pedig aztán Szekfő Gyulát kifejezetten Habsburg párti történészként tartják számon, és 1945-ben ő lett Moszkvában nagykövet. És 45 után, azért gondoljuk végig. Hóman Bálint meg börtönben halt meg. Tehát azért vannak sorsok, kinek mit ad az élet. Na minden esetre tehát leírják, hogy a Kárpát-medence etnikai összetétele a magyarság rovására végérvényesen, mert azóta nincs vissza mozgás ebben a kérdésben, szó nincs Szent Istvánról. Kedves augusztus 20-ai ünnepséget tartók. A tévében, rádióban semmi más nem lehet hallani. Egy olyan Szent István jelenik meg, hát akit elnézést senki nem tud vállalni. Csak ezt senki nem meri bevallani. Hát egy torzkép, egy meghazudtolás. És akkor lehet pártállástól függetlenül, vagy függően, inkább függően Szent Istvánt éjjel-nappal kritizálni, bírálni, és a magyarság, hogy úgy mondjam, sírásójának tartani. Hát halottak napján, hogy ki a sírásó, azért kellene tudni. Tehát Mária Terézia idejében a Kárpát-medence etnikai összetétele döntően megváltozott. Miért? Olyan betelepítések voltak. Ez csak úgy jelzés. Értékkel kellett megemlíteni. Viszont kérdésként merül föl, hogy akkor mi végre történik valami, hogyan történik, és nem elbagatelizálni akarom a dolgot, de ha egy nép ténylegesen nem tudni, hogy mekkora távolságot, de több ezer kilométert megtesz, azért gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Ma úgy mondják logisztikai szempontokat figyelembe véve.
hát egy lónak a napi ivóvíz készlete, akár esővíz, akár patakvíz, a ló csak tiszta vizet hajlandó inni. Hát attól függ, hogy gyenge napja van, erős napja van, de 15 literrel időnként lehet számolni. Na most egyetlen egy embernek a napi ivóvíz szükséglete. Hogy lehet megoldani azt, hogy egy nép idegen tájakon, idegen országokon, nem mindig baráti országokon, hanem megpróbálnak bennünket. Tehát hogy jutottak el Ázsia szívéből Európa szívébe? És hogy lehet, hogy mind a két központos Szkítiának tekintik, és hát ezzel Pap Gábor foglalkozott behatóan, és a krónikák és a történelmi tények ugyanolyan beható módon támasztják alá, hogy egy oda-vissza mozgással lehet számolni. Hát Csaba királyfi innen a Kárpát-medencéből megy ki oda az ázsiai Szkítiába, ahol Bendegúzzal, saját nagyapjával, krónikáink tanúvallomása szerint találkozik. Bendegúz, gondolom tudjuk, általad nyer szép hazát Bendegúznak vérez, Attila királynak volt az édesapja, magyar himnusz. És Bendegúz a nagyon öreg, a Csaba a nagyon fiatal, együtt biztatják a magyarokat, hogy térjenek vissza Attila király örökségét visszavenni. Na most nem is az a lényeg, hogy biztatják, hanem az, hogy meggondolják, megfontolják és útra kelnek. Azt gondolom tudjuk, csak azért, mert az a hír járja újra, elmondom, hogy lement a paradicsomnak az ára, és a paprika még olcsóbb, mint mondjuk Szirdarja, Amudarja térségében, soha senki nem fog útra kelni. Tehát kell lenni itt egy olyan vállalásnak, olyan elszántságnak, olyan elhatározottságnak és bátorságnak. Mert azt szokták felvetni esetleg, hogy hát férfiak és nők minden korosztály képviselve volt. Gondoljuk végig. Hát a képes krónika is megörökíti mind a két bejövetelt. 373-ban Primus ingressus Pannoniam in Hungariam, tehát a magyarok bejövetele Pannoniába, egy kicsit most a latin szöveget kevertem, lehet majd bírálatokkal élni nyelvtani szempontból. Lényeg az, hogy ez 373-ban történik, Béla kevek adosa kapitányok vezérletével, és 401-ben Attila a magyarok királya. 453-ban meghal Attila, a fia Csaba, Csaba fia Ed, Ed fia Előd, Előd fia Ügyek, Ügyek fia Álmos, és az ötödik nemzedékre már a magyarok visszatérnek onnan ide. És itt válik a dolog lényegessé és izgalmassá, hogy ez az oda-vissza áramlás. Kérdés, miért történt, hogy történt, és ebből lehet igazolni, hogy a sztyeppe kultúrája műveltsége, sztyeppe, hát ezek is olyan jó, hogy nem prérit mondanak egyébként, tehát lehet bármit mondani, mert ezek a jó hatásosak. Úgy leállok a sztyeppén, és úgy gondolkozom, hogy most gumicsizma van a lábam, vagy sarkantyús csizma. Tehát azért eléggé érdekes, izgalmas tájak azok is. Gondoljunk a Fekete-tenger északi partvidékét, mikor lehetett sztyeppének, sztyeppeövezetnek nevezni. Hát ma is mezőgazdaságilag kitűnő minőségű termő talaja rendelkezik. És bizony van. Például Kazakisztán területén, tényleg végtelen, Mongólia területén, tehát léteznek, de azért ne egyszerűsítsük le a dolgot. Miért? Mert ez a kultúra, ez mindenhol meg tud maradni. Tehát meg tud maradni folyamközi térségben, meg tud maradni sztyeppei térségben, és ilyen egynyelvű műveltség Eurázsia vonatkozásában sehonnan a föld kerekségéről máshonnan nem ismerünk. Tehát ez azt jelenti, hogy itt egy elképesztő hatóerőnek kell lenni. Magyarul szellemiségnek, vagy lelkületnek, vagy tudatosságnak, és az élet olyan ismeretének, amely a megélés pillanataiban olyan forrásokat, élményforrásokat támaszt mindig az ember lelkében, hogy azt mondom, hogy ezért érdemes élni. Ezért érdemes a hagyományt tovább örökíteni. Tehát ábrázolják a képes krónikában a két bejövetelt,
És 677-ben a magyarok másodszor is visszatérnek Pannoniába. Tehát másodszor. És kik voltak a visszatérő kapitányai? Na ez lesz a következő témakörünk. De előtte megnézzük a miniatúrát, és mit látjuk, mind a kettőt. Hát van olyan, ahol az egyik képen, az első bejövetelnél férfiak hátukon, mint a Mikulásnak, vagy a szőlő szüretelőknek a puttonya, csak nem szőlő van benne, szőlőfürtök, nem, hogy úgy mondjam, csokik, adományok a kis nebulók számára, hanem gyerekek, gyerekek, csecsemők, most születtek, hogy érthető legyen. Tehát vannak ma született csecsemők, vannak csinos asszonyok, vannak öreg férfiak, és vannak ifjú daliák. Miért? Mert egy nép jön. És a gyereket mindig Isten adományának tekintették, és mindig áldásnak tekintették. Csak azért jelzem, mert tényleg van olyan időszak, amikor úgymond a férfi új erőket az ügy érdekében, nyilván meg az asszonynak is a férfi felé vágyat, vissza kell, de egy több éves utazásról van szó. És egy szerves műveltség soha nem olyan merev, hogy akkor most betiltunk dolgokat. Nem, az élet az olyan. Szerelmet betiltani nem lehet. Hát a gyereket Isten adja. Na minden esetre hangsúlyozom, vannak időszakok, de egy biztos, nem tudjuk, hogy tették meg az utat. Most ezt miért nem lehet beismerni? A piramisok vonatkozásában, a gízai piramisok vonatkozásában három dolgot, ha valaki beismer, talán megtudja, hogy mi a titok. Egy, nem tudjuk, hogy építették. Kettő, nem tudjuk, miért építették. Három, nem tudjuk, kik építették. Hát milyen egyszerű lenne. Mindenki jön az ötlet futamaival. Szegény piramisok meg állnak, és azt mondja, hát még hány ezer évig fogok állni. Olyan egyszerű, hogy megválaszolni. De ha nem vállaljuk a felelősséget az alázatosabb megközelítésnek, hogy elnézést, nem a spanyol viaszt kell kitalálni, hanem a feladathoz fel kell nőni. Hát nincsenek, nyilván voltak járható utak is, de képzeljük el egy felhőszakadás alkalmával. Szekerekkel, lóháton megtenni utakat. És ráadásul az iszlám már bizonyos helyén, nagyon türelmetlen harcos vallásként, már átveszi a hegemóniát. Már kezdi megtörni a testvérnépek közötti testvéri kapcsolatokat. És mondják, ti itt nem mentek át. Hát akkor karddal utat nyitunk. Világos? Tehát hogy lehetséges az, hogy végig győznek 10 000 kilométer meg? Most hangsúlyozom, sac per kb. Csúnya a megfogalmazás. De nem 100 kilométeres útról van szó. 1000 kilométereken keresztül nem megy el a kedvük. Nem mondják azt, hogy te figyelj, Álmos, én napok óta nem alszom, én hazamegyek. Én már nem megyek veled. Hát nem ezt ígérted. Képzeljük el azt a lelkületet, azt a lendületet feltartani az út elejétől az út végéig. Tehát mi az, ami fűtötte őket, ami hajtotta őket. És tényleg érdemes a millenniumi Hősök terén szoborcsoportot megtekinteni, mert akár úgy volt, akár nem úgy volt, azoknak a lovasoknak, ott annak a hét vezérnek, nem tudom, hogy ki érzékeli azt, de annak van egy fenséges megjelenése. És nem részletezi túl se a lóábrázolás, se az emberábrázolás, se a viseletábrázolást, van egy ilyen lebegtetett szintje. És mégis fenséges. Megnézem a mai rekonstrukciókat, hát sajnos László Gyulának lehet a legtöbbet. László Gyula kiváló koponya volt ebben a kérdésben, hogy ő hogyan rekonstruálja a hon visszafoglalóknak a viseletét. Hát azt mondom, hogy hát elnézést. Minden embernek van nagy tévedése, van kis tévedése is. Hát nem a bölcsőtől koporsóig tudunk mindenre választ adni. Az egy tévúj. Valamennyire úgy rájár a dolog, de elnézést, semmi köze a hon visszafoglaláskori magyar viselethez. Az egy jelmeztervezésnek a szintje.
őseink nem jelmezekbe jártak, hanem viseletben. Ez két különböző kategória. És érdekes módon, tehát most, hogy ebbe így belecsaptunk, nézzük meg az ottani viseletet. Hát Zala György, nem tudom, hogy miből indult ki, de azért a feszti körképet is érdemes megnézni. Megmondom őszintén, nekem egyáltalán nem tetszik. Tehát bármennyire hihetetlen, tehát képírás jellegű üzenetek vannak rajta, na de hát ami ott megjelenik időnként. Hát az ember úgy nézi, Árpád, honnan szedted ezt? Hát Árpád vezér nem így jött be. Na most egy biztos viszont, fenséges a megjelenés. És ugyanez vonatkozik gyakorlatilag, hát Munkácsi Mihály által megfestett Árpád alakzatra is, érezni, hogy van Árpád vezérről egy őskép, abban van egy méltóság és van egy fenség, hát aminek az újabb időkben, ha előszedik és fel akarják mutatni, hát nem sok tanújelét kapjuk. Árpád van középen, három lovas jobb oldalán, kicsit hátrébb, három lovas bal oldalán, és miért hozom ezt elő? Mert ez tényleg egy zseniális húzás volt. Az egyik oldalon tulajdonképpen azokat a lovasokat kapjuk, akiknek a viseletében a szarvas agancs játssza a főszerepet. De olyan módon, hogy Árpád vezértől bal oldalon az egyik lovasnak, lónak a zablája is szarvas agancsból van kialakítva. Gondoljuk végig, nem is tudjuk, hogy létezett-e vajon ilyen, tehát tényleg nem tudjuk, de zseniális. Mert a lóság és a szarvasság, azok bizony kozmikus szinten találkozni szoktak. A másik oldalon pedig leginkább madarakat látunk. Tehát madárszárny jelenik meg, vagy a zászlórúdon teljes egész madarat látunk. Most az egyik oldalon a szarvasok útja, a másik oldalon a madarak útja. És ki fogja őket össze? Árpád vezér lóháton. Na most, ha én egy utat keresek a csillagos égbolton, és tudom, hogy nevezik így is, hogy madarak útja, és nevezik így is, hogy szarvasok útja, de nevezik így is, hogy lelkek útja, de hívják úgy is, hogy hadak útja. És a magyar mondai hagyományban mind a mai napig fellelhető gyűjtésekben, amikor az a kérdés, hogy Árpád vezér, vagy Álmos fejedelem és a hét magyar milyen úton jöttek, a tejút vonulatát követték. Világos? Tehát a pusztán, akkor éjszaka, nem volt a sorompónál bakter, nem volt, hogy úgy mondjam, lézeres irányítású útmutató rendszer, tehát vagy elboldogult a csillagos ég alatt, és éjszaka is, ha úgy volt, mondjuk telioldas éjszakán, ez egyáltalán nem lehetetlen, tudott menni, de hát az irány. És ott tényleg van egy út, és gondoljuk végig, mind a mai napig a mondai hagyomány még csak nem is naprendszeri szinten tárgyalja Árpád vezér bejövetelét, hanem a tejútrendszer nagyságrendjében megmutatkozó üdvtörténeti ügyként. És ezt a tejút látható ívét nevezik egyébként Isten útjának is. Na most, ha Istennek jó, nekünk miért rossz? Jézus Krisztus útjának is soroljam a példákat. És a jó Isten minden este ezt az utat megmutatja. Na most nyilvánvaló módon a tej nem azt jelenti, hogy fejje a kancát és sok a tej, vagy a tehenet, vagy a bivajt, hanem ez a teljességnek az útja, és mivel biológiai szinten is tejszerű a nemzőerő, tejszerű az édesanyja tápláló ereje, akkor milyen útnak nevezzük, ami nagyon magas szintről a földi életet táplálja? Hát eljutunk. De görög nyelvben gondolom tudjuk, vagy latin nyelvben a tej a teljességgel soha nincs összefüggésben. És bizony ez hadak útja. És a had a régi magyar nyelvben nem csak hadsereget jelent, hanem nemzetséget is. És ezért nevezik lelkek útjának, hát halottak napján. Végképp nem árt
Ezt tudni, hogy a földről visszatérő lelkek, amikor mennek, vonulnak a mennyek országába, egyetlen egy út vezet, ami látható. Ez maga a tejútnak a vonulata. Ha valaki azt hiszi, hogy amit a teremtő teremtett, az figyelmen kívül hagyja, mert a YouTube-on mondjuk vannak olyan hirdetmények, hogy ne nézz fel, mert nem kell, mert minden csak Isten teremtette a világot. És majd eldönti azt, hogy a teremtménye méltó-e létezni, élni a teremtett világban. Hát ha a teremtmény legkevésbé se veszi figyelembe a teremtő által teremtett világot, ez azt jelenti, hogy ez nem emberi szint. Akkor lehet tévét nézni, lehet szavazni, lehet ilyen politikai helyzeteken sikongatni, aztán lehet oltottak, oltatlanok világfesztiválokat rendezni, lehet gyűlölködni, lehet utálkozni, de ez nem az emberi életnek a legfontosabb, hogy úgy mondjam, vonulata. Tehát akkor nagyon gyorsan a hetes rendszert vizsgáztatjuk, és volt egy nagy kérdés, mindig felmerül kérdésként, hogy volt-e 8. törzs, 9. törzs, volt 108. is, sőt, 1 milliómodik is, és valószínűleg valamelyik betelefonálós műsorban betelefonál, elnézést, én is egy törzs vagyok, és velük jöttem be. Tehát megint az álságos mellé beszélő viták. Abban a pillanatban, ha 1358-ban még a képes krónika így hangsúlyozza, hogy a 7 kapitány, akit 7 magyarnak nevezünk, akkor hogy lehet olyan elméleteket lehet propagálni egyébként, mert gondolom tudjuk, a legdivatosabb hozzáállás az, hogy ez 7 különböző anyanyelvű, különböző kultúrájú, műveltségű törzs volt, és ezeknek azért kellett vérszerződést kötniük. Olyan gyönyörű és megható az elmélet, hogy én itt mindjárt gyakorlatilag nem is tudom, hogy milyen módon jelezzem. Gyönyörű szép, csak nem igaz. Miért? Mert vannak régészeti emlékek is. Na most a hon visszafoglalás korának régészeti emlékeivel van egy óriási nagy probléma. Kelet-Kínától a Kárpát-medencéig vannak régészeti emlékek. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Még egyszer elmondom. Pekingtől keletre még vannak olyan lovas sírok, amely lovas sírok, ez a részleges lovas temetkezés, szinte kizárólag a honvisszafoglaláskori magyarságnak a jellemző. Yeah. Tehát ez nem kérdés, hogyha részleges a lovas sír, tehát fej az fej és végtagok, tehát a lónak a feje és a lábai. A fej az egy szellemiség, a lábak pedig egy mozgás. És nyilván a bőr is ott volt, amit szalmával hintettek meg. Most a tejútnak mi az egyik legismertebb neve? Szalma hullajtó út. Most Molnár V. József annak idején nem egyszer elmondta, hogy a szalma, tehát a képi gondolkodás szerint. Hát milyen a szalma? Hát eleve sárgás, és ilyen szálas, és ilyen sugaras. Tehát minek lesz a megidézője? A kis Jézuskának mivel ágyaznak be mindig? Nincs olyan Betlehem, ahol ne szórnák le a földre. Szalma, na de miért? Mert alakilag tulajdonképpen olyan, mintha megmerevedett dermet fénysugár lenne. És szalma hullajtó, senki ne gondolja, hogy a paraszt ember olyan buta volt, hogy azt hitte, hogy ott szalma szállító szekerek mennek, és attól alakul ki. Szalma a szellem másik hangalaki megfelelője. Tehát szalma hullajtó út. És ennek a tejútnak, szalma hullajtó útnak a központja a ló, vagyis a nyilas csillagkép irányába látható. Na most gondoljuk végig. Ezt nevezik szerves műveltségnek. Aztán vagy tudod, vagy nem tudod. Tehát nem arról van szó, hogy mi lóval akarunk temetkezni, hanem a Jelenések könyvében van egy nagyon szép jelzés. Megnyílik az ég, és ez Jelenések könyve, és ez kereszténység. És kijön ki abból az irányból, a megnyílt égbolt irányából. Egy lovas, akinek fején koronák vannak, fehér lovon ül, fehér ruhában van,
és hívják hívnek és igaznak. Na most, ha visszatérő Jézus Krisztusnak is megfelel ez a tulajdonságkör a csillagos égboltban, akkor nekünk miért fáj? De most tényleg őszintén. Tehát tényleg mi itt a nagy probléma? Na minden esetre ne felejtsük el, hogy ezekben a sírokban viszont egyetlen egy vallásazonosító tárgyat találunk rendszeresen, ez a neve is honfoglaláskori ereklye tartó mellkeresztek. Akkor milyen valláson voltak? Hát azon nem lehettek, mert majd Szent István hívja be a külföldi hittérítőket, majd az augusztus 20-ai cicavíziós adásban fogja behívni a külföldi hittérítőket. De azokat minden évben tényleg behívja. Tehát gondoljuk végig, világ minden tájékán kereszténynek neveznék azt a népet, kivéve Árpád magyarjai. Nincs két egyforma mellkereszt. Na minden esetre nem itt akarok megmaradni, hanem ott, hogy például Bíborban született Konstantin császár a 900-as évek derekán írja a birodalom kormányzásáról szóló munkáját, és ott maradt fent a 7 törzs névsor. De nem ott maradt fent, hanem az egész Kárpát-medence tele van velük. Tehát gondoljuk végig. Tehát akárki foglalkozik annak a kornak a magyarságával, mindig megemlítik, hogy 7 magyar van. De nem azt jelenti, hogy 7 darab magyar, hanem miután útra keltek, és itt idézem Pap Gábort, aki hát évtizedek óta figyelmeztet, hogy ha van egy hetes rendszer, akkor az milyen mozgású rendszerként modellezhető. Ma van egy fiatalnak számító történész, B. Szabó János, aki egyszer egy tanulmányában megemlítette, hogy ez a 7 magyar kérdés, ez esetleg a 7 bolygó rendszerre is visszavezethető. Csak arra vezethető vissza. És ha megkeresem a 7 magyarnak a női kiegészítő párját, és mondjuk Kálmán Lajos Szeged környéki plébános több mint 100 évvel ezelőtt megkérdezi a szegedi nagytáj öregjeitől, hány boldog asszony van. Legalább 30-at lehet minőségében, tulajdonságkörében olvasóstól nagy boldogasszony, kis boldogasszony, gyertyaszentelő, nem is sorolom, havas boldogasszony, nem is sorolom végig. Mindig 7 boldogasszony. 7 boldogasszony. Na de gondolom, tudjuk, mondja Kálmán Lajos Szeged környéki plébános, na de János bátyám, most számoltuk végig. Eljutottunk vagy 28-hoz, 30-hoz. Hát hány boldogasszony van? 7. Mert nem mindegy, hogy egy szent szám mitől szent szám. Tehát a 7 nem attól szent szám, hogy szent szám, hanem attól mondjon valaki egy nem szent számot a 10-es számrendszeren belül. De tényleg mondjon valaki. Hát minden számnak van egy minőségileg kvalitatív jelentősége, amit meg lehet fogni. Tehát az egyből bomlik ki a világ, ez magának az Istennek is a neve. A 2 a teremtés első moccanása, nappal és éjszaka, világosság és sötétség, fekete és fehér ingyanképlet, 3 visszacsatlakozása az egyhez, helyreáll egy szent háromság rendszere, 4 elnézést, itt vagyunk a Földön, hány jégtáj van? 4 jégtáj, 5 elemrendszer, 6 hatékonyság, 7 bolygórendszer, 8 egy eszmei megjelenés, a 9-et most nem részletezem, de az gyakorlatilag egy felszálló-leszálló holcsomóponttal, 2 bolygóval még kiegészített 7-es rendszer, és eljutunk a 10-ességhez. Hát minden szám szent szám. Hát 3 fia van általában egy népmesébe egy királynak, vagy 3 lánya van. 3 idősíkot tartunk száma, múlt, jelen, jövendő. És akkor hát szent szám, na jó, de miért? Tehát földről nézve, minden időben egy nemzedék 7 fényes égi testet lát az égbolton jönni és menni. Nem lát 8-at távcső nélkül, nem lát 9-et, nem lát 10-et, ebbe a 7-be a nap és a hold is beletartozik. Most egyébként kimegyünk, az ég közepe tájéken átló irányban van egy nagyon fényes csillag, ez a Jupiter. Ez kiveri a szemünket. Tehát lehet látni, hogy az nem csillag,
hanem bolygó. Tehát ott vannak, és van egy elf, hogy mint a mennyben, úgy a földön. Na most, ha egy nép elindul, akkor a útját a mozgásra kell rászerveznie. Miért? Mert van égi mozgás, és van földi mozgás. Tehát a hetes az a mozgásnak lesz a száma, dinamikus. Tehát a hét bolygórendszernek lesz a száma. És ha valakinek ez fáj, ki a Sol Justitiae, az igazság napja? Maga Jézus Krisztus. Ki az igazság tüköre, aki holt sarlónál? Hát a teli hold tükrözi vissza a napnak a fényét, és elnézést, hát minden, még a csíksomjói kegyszobron is holt sarlónál a boldogasszony, a Szűz Mária, a szűzanya. És mit mond Jézus a jelenések könyvének végén? Én vagyok a ma fényes felkelő hajnali csillag. És mit mond Jézus az utolsó kornak hirdetve? Lesznek jelek a napban, lesznek jelek a holdban, és lesznek jelek a csillagokban. Nem lesz jel a Skype-on, a YouTube-on, a TikTok-on, a nem tudom min, az interneten, a tévében, a rádióban, a teremtett világ rendjében lesz a jel. És ez viszont azt jelenti, hogy bizony van egy kozmikus üzenete a magyarok bejövetelének. Tehát szó szerint, amikor a hét fejedelmi személy, amikor elindul még Szkítiában, és mit ír Anonymus nagy bátran és nagy szépséggel, Szkítiában vagyunk. Álmos és a hét magyar úgymond a vérszerződést megköti. És Szkítiában Álmosnak a Szentlélek ajándéka jutott, a Szentlélek volt az ő segítő. Hol? Mivel temetkeznek az ide bejövők? Tehát mi történik itt? Hát a Szentlélek az a taoizmusban így ismeretlen. A Szentlélek a brahmanizmusban ismeretlen. A Szentlélek így megnevezve teljesen ismeretlen a buddhizmusban. Tehát a Szentlélek nincs tévedés. Az a Szent Háromság keresztény teológiai rendszerén belül az az egyik lényeges összetevő. És ugyanakkor pedig Árpádról mit fog mondani? Árpád vezérről, Salán elleni csata alkalmával. A mindenség istene volt az ő segítője, és könyhullajtások közepette imádkozott az Istenhez. Na most akkor pogány volt, vagy mi volt? Tehát gondoljuk végig. És hol? Ázsiában a Szentlélek ajándéka jutott néki. És megkötik a vérszerződést, ahol hát 5 pontban tárgyalja a lényeget, és rögtön az első, hát nyilván egy 5 elemrendszer, tehát elemi szinten egyé válunk. És majd 7 ember köti meg, tehát ez mit jelent? A vérszerződés. Szó szerint dinamizálni kell egy egyetemes, kozmikus, üttörténeti vérkeringést. Egy áramlatot, életáramlatot el kell indítani. És vérszerződést 2 unokatestvér is köthet. Az nem azt fogja jelenteni, hogy egy másik nép gyermeké. Van az is. De visszatérve, mert elmaradnak mindig lényeges tételek, soha senki, a 7 vezér, 7 törzs, 7 kapitány, 7 magyar, 7 fejedelmi személy korszakában nem tudott kimutatni olyan régészeti emléket, hogy bármiben is eltérés lenne. Tehát ez mit jelent? Nem véletlenül 7 magyarnak hívják ezt a hetet. Ez nem 7 különböző nép, hanem 7 magyar. Tehát ez a becsületes neve. És gondolom, nem már tudni, nagyon jól meg lehet még rokon népeknél is régészetileg különböztetni, hogy melyik népcsoporthoz tartozik. Most a Kárpát-medence magyarjainak régészeti emléke nem tart külön számon besenyőt, kazárt, kabart, a jó ég tudja, hogy még miket szoktak említeni. Teljesen egységes a régészeti leletanyag. Akkor nem egy nép jött be ide. De ha bejön,
És itt utalok megint Pap Gáborra, aki figyelmeztetett, hát a tapasztalat is hozzá vezetett, mert például a sivatagi karavánokat is mind a mai napig hogy szerveznek meg? Tehát ahhoz, hogy egyik helyről át lehessen menni, sok ember, 10, 20, 30, hát 10 nem, de mondjuk 100-as nagyságrendben. Nem tud egy tömbbe menni, nem tud két darabba menni, nem tud három darabba menni, hanem hetes rendszer. Akár tud róla, akár nem, az úton való járás csak hetes rendszerben, hogy úgy mondjam, kontrollálható. Ha 8, akkor már szétesik. Ha kevesebb, akkor nem tud úgy tömörödni. Hát ha 7-es rendszer eleve közepén van egy központ. 6-os rendszernek már nem lesz a közepén semmiféle központ. És egy 7-es rendszernek van eleje, van vége, van közepe, és a kettő között még az egyéb tulajdonságok, amelyek ugyanolyan fontosak, megkapják a maguk nevét. Tehát ezért van az, hogyha megkérdezem, hogy a teremtésnek hány napja van. Hát a teremtő akkora csodákat tud tenni, nyugodtan 8 napról is regélhetne, meg 1 nap, 7 nap, miért? Tetszik, nem tetszik, minden egyes nap egy bolygó tulajdonsággal lesz azonosítható. És ezek alapvető tételek. Ugyanakkor pedig, hát emlékezzünk vissza, például Dies Solis, Dies Lunae, Dies Martis, Dies Mercuri, Dies Jovis, Dies Veneris, Dies Saturnis. Római műveltség. Miről nevezik el a napokat? 7 nap van a hétben. Miről nevezi el a napokat? Hát az egyiket a kaméleonról, a másikat a hangyásűnről, a harmadikat a kuszkuszról, a negyediket a nem tudom miről, Saturday, világos, még én is tudom, melyik bolygónak a napja, Saturday. Zontág, melyik bolygónak a napja. Hát még az európai nyelvek túlnyomó többsége is töredékében megőrzi ezt a hagyományt. Na ezért nem árt tudni, hogyha egy 7-es rendszerben a magerő népe összpontosul, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy újjá kell teremteni a világot. Miért? Mert baj van a világban. Tehát a magerőt, a teremtőerőt a világba be kell hozni. És hogyha leírja bíborban született Konstantin, hogy van nyék, megyer, kürgyarma, tarján, jenő, kér, keszi, ez a 7 törzs. Gondolom tudjuk, 1000 változatban az egész Kárpát-medencét ez a 7 név beborítja, átjárja. Akkor van Anonymousnak a vezérnév sora, ez pedig először álmossal indul, tehát először ténylegesen álmos játssza a főszerepet, és utána jön előd. Utána jön, ez most a korrigált Anonymous névsor, ond, utána kund vagy kond, ahogy nevezzük, utána jön tas, huba, töhötöm. És álmos köré rendeződött egy 7-es rendszer. És amikor bejönnek a Kárpát-medencébe, hát az, hogy álmossal mi történik, ahány krónika részlet, nem azt mondom, hogy annyi variáció, de egy biztos, a képes krónikában azt írják, hogy Erdélyben, és ott milyen rendszert alakít ki azonnal a 7 magyar. Hát Erdélynek még a címerév, nem a szászok hozták be, hanem hát ők vették át tőlünk. Miért? Mert 7 földvárat épít a 7 vezér. Tehát ez a 7 vár rendszere jelenik meg. Amit tényleg átvesznek aztán a betelepített szászok. És így szerepel azt, hogy álmost Erdélyben megölték, mert nem mehetett be Pannóniába. Hát gondolom, ismerjük, ez egy ótestamentumi biblikus történetnek a áthallása lenne. Igen ám, de érdemes megnézni a latin nyelvű szöveget, ahol egy olyan szó szerepel, amit nem mindig a megölés címszó alatt tartanak számon, hanem okcidó.
Hát ez gyakorlatilag a napszentültét, a nyugati égtájat jelenti. Tehát ha költőjén akarom fordítani, leáldozott életének napja. Világos? És lehet úgy is fordítani, hogy meggyilkolták. Hát én azt mondom, hogy anya öl, és azt mondom, hogy öl. Tehát a szavaknak azért van egy tágas rendszerük, és időnként nem mindegy, hogy hogyan élünk vele. Na most gondolom érzékeljük, egészen más a történetnek a kicsengése. Hogyha tudom, hogy itt egy szó szerint, tehát no man is to man, ha lemegy a nap, kinek az ideje jön el, vagy minek az ideje? Álom ideje jön el. Tehát napszentültével távozott álmos ebből a világból. Na, nyilván ez a szépített változat, de lehetne így is. Anonymus gesta hungarorumában pedig mi van? Hungvárát emlegeti, és hungvára, hát most egy gyors idézetet olvasok fel. Hun, hiungnu, azonosság európai hunok, ázsiai hunok, a kínaiak ősi hun elnevezését hungnoban állapítja meg, a szó első tagja hiung, hiung, hung, hong, tehát hung, tehát hungvára. Ez mit jelent? Most már nem is olvasom tovább. Hát ha egy magánhangzót cserélünk benne, egy mély, másik mély, ez a hangnak lesz, ez a teremtő erőnek a vára. De melyik népnév jelenik meg a hungban? Hát akár ázsiaig a hun népváltozatnak az egyik megnevezése. Na ide bejönnek, álmossal az élen, nagyon sokáig időznek itt. Ezért a környező népek írja Anonymus, és mindenki kiborul Anonymus szellemes etimológiáin, mert tényleg szellemesek, és nyilván a környező népek nem erről a hungvárról neveznek el minket, de Anonymus megenged magának egy kis szójátékot. Mert sokáig voltak ott a hunok, hunok hungvárában. Tehát a környező népek Álmost, Árpádot és a népét hungváriai vezérnek és hungváriai vitézeknek nevezték el. Na, mindjárt kiderül, hogy miért lényeges a hungvár. Azért, mert 4 napos szertartást tartanak, és a halhatatlan isteneknek nagy áldozatokat mutatnak be. Na most, ha halhatatlanok az istenek, akkor meghalhattak-e tegnap előtt, vagy meghalnak-e holnap után? Akkor, ha halhatatlanok, egy Szent Istváni térítés halandóvá tudja őket tenni? Hát eleve többes szám. Kereszténységen belül is például az ariánusok, unitáriusok mivel támadják? Hát egy Isten van. Nincs 3 isteni személy. Tehát gondolom, nem tudom, hogy ki milyen felekezetnek a híve, de ez a legnagyobb baj, hogy kereszténységről beszélünk, és a keresztény szeretett testvérek egymás szeretett gondolatairól teológiai szinten semmiről nem tudnak. Tehát az unitárius, elődje az ariánus, ezek miről nevezetesek? Jézus isteni személyét nem ismerik el, pont. Szent lelket nem tartanak számon, mi megy az Isten. Hát persze, hogy egy. De abban a pillanatban, ha megnyilvánul felénk, hát 3 alapvető arculatát meg kell tapasztalnunk. És ezért van az, hogy egység a hármasságban, hármasság az egységben, az egység, mint oszthatatlan szent háromság nevében így fogalmaztak krónikákat. Tehát a halhatatlan istenek jelenthetnek egy ilyen hármasságot is. Teljesen mindegy miért, mert az örökké valóságnak mutatják be az áldozatot. És amikor Anonymusnál áldozat szó szerepel, vagy áldomás, nem fogjuk elhinni, magyar nyelven írja oda. Magnus, ez még latinul nagy, de magyarul is megvan angol, aki megfelel. Áldomás. Magyarul vannak olyan vallási szavaink, amelyeket se görögből, se latinból nem lehetett lefordítani, mert a hasonló görög vagy latin nem fogja kifejezni. Ilyen az, hogy áldomás. Most azért ezek nem akármilyen jelentőségű dolgok és tételek. És onnantól kezdve álmosról egy hang nem esik. Álmos még életében a fiát
vezérlővé, parancsolóvá tette, és Hung várából már álmos idézőjelbe nem jön ki. Hát ha a halhatatlan isteneknek áldozatot nem álmost áldozták fel, de teljesen egyértelmű. Itt gyakorlatilag egy átlényegülés történik, akit ébrenléti világban, hogy úgy mondjam, naponta ismerünk, tapasztalunk, az átköltözött az álmok világába. Tehát a túlvilágra. És kijön a fia, és ezért van az, hogy gyakorlatilag az álmos köré rendeződött hétvezér nem álmos vezeti be a hősök terén, hanem Árpád. Mert onnantól kezdve a Kárpát-medencében a hat fejedelmi, a hat magyar élén, a hetedikként nem az apa, hanem a fiú Árpád fog jelentkezni. És akkor van még egy apróság, egy lóáldozat van az egész úton, amikor bejönnek, és ezzel lassan le is zárom a fejtegetéseket. Lényeg az, hogy felmerül egy kérdés. Ha a Kárpát-medence szét van darabolva, és egyébként emlegetik is, a Képes Krónika Szvatoplukot emlegeti, akkor a Anonymus egy komoly haderőt képviselő, a bolgár és a bizánci uralkodó megbízottját, Galád leszármazottját, hát Galád. Galádul viselkedni, még mindig van valami galátságos dolog ezekben a beszélő nevekben. Na most ez lesz a salános vonulat. De előtte egy-két ilyen vallásos nyom is kimutatható. Ugyanis elküldi Árpád az ő követeit Salán vezérhez. Hát már idéztem rögtön az elején, hogy nem göggel, tisztességgel megüzeni, hogy az én ősapámi Attila királyé volt ez az egész föld, és hát az van, hogy akkor tessék nekem küldeni, na ez a lényeg. És gondoljunk egy mai helyzetre. Itt van ez a kulacs, vagy ez a tömlő, vagy ez a korsó. Ebbe a Duna vizéből vizet. A föld rögéből földet. A rétről, a mezőről szénát, vagy valamit, füvet. Hogy megnézzem, mondja Árpád vezér, hát most aztán megvizsgálhatná, hogy vajon a Duna vize van-e olyan jó víz, mint dentű magyarnak, ez kíti a legközepebbe, legbelsejebbe, az ottani vizeknek, mondjuk a Tanaisznak. Aztán, hogy a föld van-e olyan jó minőségű, mint az ottani föld? És a termés van-e olyan? Na most mi történik? Minőségi vizsgálat. Mit tettetek szépapám, atyám, elődöm, ősöm hazájában? Hát ha hangsúlyozom, most megtörténne az a csoda a harmadik bejövetel örömére, hát lenne gond. Mit lehetne találni a Dunába, Tiszába, termőtalajba, növények vérkeringésébe? És ezt úgy nem szoktak erre figyelni, de szó szerint Árpád itt is megbízza, ont ketel tarcal hármasságából, tarcal turzolt a szerény, serény vitézt, a bátor vitézt, hogy vizsgálja meg a föld alkalmasságát. Tehát alkalmassági vizsgálat, teszthelyzet. Ez egy nagyon kemény, majdnem ítélethelyzet a bekopogás. És akkor majd megnézzük, hogy miről beszélhetünk, miről nem beszélhetünk. Minden esetre az első vizsgán az ügy az átmegy, mert annyira a természetet nem tudták elpusztítani még, mint amennyire most ezt a természetben működő teremtő erőt. És lényeg az, hogy ont ketel és tarccal elmennek, és ahol ma Tokaj hegye, azt régen az egészet Turzol hegyének, Tarccal hegyének nevezdik, meglátta a hegy csúcsot a hegy lábáról, a lábá felől nézve a három serény vitéz, és mint egy versenyt futva a vágtató vágtában felmentek a hegy tetejére, sebes vágtában, és hát Turzol, vagyis Tarccal lett a győztes. És itt feláldoznak egy lovat.
Tehát az egyetlen fehér ló áldozás tulajdonképpen itt történik, és a három úra hegy tetejéről körbe tekint, egyébként ha a mai Tokaji hegyről valaki déli irányból letekint, hát olyan, mintha űrhajóból vagy repülőgépből látná a hegycsúcsa, annyira szférikus hatása van. Tehát tényleg érdemes ezeket a szent helyeket, hegyeket mindig felkeresni, mert ott van egy ilyen külön erőtér, hogy a hegynek, az égboltnak és a tájnak, megnyíló tájnak milyen lesz a kapcsolata. Hát Tokaj meg a tökélynek a hanggal, aki megfelel, hát most nem akarom én ezt már tovább ragozni. És innen visszafordult Turzol, most figyeljünk, hogy a föld alkalmasságáról hírt adjon. Tehát egy áldozat történik. A fehér ló áldozatot még majd behozom a képbe. Utána megy tovább Árpád és a hét magyar, és elérkeznek Szerencsehegyére. Most már nem fogom felolvasni, utána lehet olvasni. Tehát a lényeget. Persze Anonymus mindig bírálják. A Árpád vezér és a többi magyar úr megint körbe tekint, és kimondhatatlanul megszeretik a hazát, a tájat, amit látnak. Végigvonul, hogy kimondhatatlanul megszerette. Milyen vallás keretében van jelentősége annak a misztériumnak, ami kimondhatatlan, de szeretetre vonatkozik. Tehát szeretet vallásnak szokták nevezni. Tehát amivel ők jönnek, a szeretet vallása. És elmondja Anonymus, ez a hegy a szerelemről, vagyis igen, a szerelemről kapta azt a nevét, hogy Szerencsehegye, Györfi György már lábjegyzetbe írta a 60-as évekbe, Anonymus téved, mert a szerencsének és a szerelemnek semmi köze egymáshoz. Hát aki életében nem volt szerelmes, annak semmi köze egymáshoz. Csak jó szerencse és semmi más. És nyilvánvaló módon most mondok egy példát, amikor Árgyélus királyfi kimegy örködni, még nem tudja, hogy Tündér Ilonával fog találkozni, minek köszönheti azt, hogy találkozik Tündér Ilonával, hogyha annak érdekében, hogy ne aludjon el, elővesz egy kis szelencét. Itt is, akik a népmesével foglalkoztak, kapásból szelence, szellemes megoldása a szerencse jelenlétének. Tehát hangalaki úton. És kell szerencse. Hát nem mindegy, hogy én vagy ő a szerelmével mikor találkozik. Mert minden találkozás velem elő, de én nem szeretnék 90 éves koromban találkozni vele. Hogy érthető legyen. Tehát nagyon sok, és nem szeretnék 5 éves koromban. Tehát akkor szeretnék, amikor a legtöbbet tudjuk egymásnak adni. És mivel az élet az nem mindig olyan egyszerű, mert szövevényes, azért az, hogy úgy összeálljon egy kapcsolatrendszer. És hát amit mondjuk nem tudnak, hogy innentől kezdve viszont a jó szerencse is velünk van. És amikor balsors kit régen tép, hoz rá vígesztendőt, hát azért ezeket ne becsüljük ám alá. Mi mindent kell kiharcolni annak érdekében, hogy egy haza évezredes nagyságrendben lakható legyen egy nép számára. Azt ki kell érdemelni. És magyarul írja oda, hogy szerencse, magyarul írja oda, hogy zerelmes. Most gondoljuk végig. Milyen nyelven beszéltek a magyarok a középkorban? Segítek magyarul. Olyan magyarsággal, hogy ma is tökéletesen megértjük. Viszont hogy jön a szerencse a szerelemhez? Ez is olyan egyszerű, hogy ilyen egyszerű. Hát két jó bolygó van a hét bolygó rendszeren belül. Az egyik a Fortuna Major, mi a becsületes neve? Nagy szerencse, ez a Jupiter, magyarok csillaga. Másik a Fortuna Minor, ez a Vénusznak a neve. És a Vénusz a szerelem csillag. Akkor kell szerencse és szerelem? Hát az esthajnal csillagban, a Vénuszban egyesül ez a két tulajdonság. Kör. Na utána a Duna és a Tisza találkozásánál ott most titel van, ott prépostság is van, titeli prépostság, titelnek mi áttétel van.
Mi az az áttétel? A Tisza beleömlik a Dunába. És ott ténylegesen egy folyamközi mezopotámiai helyzet alakul ki, és tulajdonképpen oda megy le, útközben tönkreveri a bizánci és a bolgár uralkodó ideküldött seregeit, tehát lejött a Tisza mentén, és visszamegy a királyi központba a Duna mentén. Magyarul a Kárpát-medence két ütőerét, ezt a két folyót, Árpád, és mit is jelenthet az ő neve? Gyors kitérő. Elővesszük a Wikipédiát, vagy bármit, mert most már így kell beszélni, tehát nem szótárat, meg Wikipédiát. A török eredetű a név, tőlem lehet az, árpa szóból származik, és ez D kicsinyítő képzővel azt jelenti, hogy árpácska. És akkor látom Attila leszármazottját, árpácskám, drágám, foglald már vissza a hazát. Semmi gond, foglald vissza. Na most, egy biztos, árpa, görög nyelven solymot jelent például, D képzővel. Magyarul, hát onnan származtatom, ahonnan akarom. Akkor szanszkrit, árja páda, Árpádnak a bővített változata. Az nemeset jelent az el, aztán azt is úgy lejáratták, mint annak rendje. Csatur árja szatjánni, ez azt jelenti Buddha tanításainak alapja, négy nemes igazság. A páda meg talpazatot jelent. Na de ha Attila neve nagy folyót jelent a török népek nyelvében, akkor Árpádnak a neve görögül solymot fog jelenteni, Attila pedig, mint turul, turul solyom van a zászlaján, a címerén és minden, gondolom érzékeljük, dirib darabra esett szét egy hagyománykör. Hát nyilván Attila leszármazottja nem árpácskaként fog belépni a köztudatba. És hogyha Attila fia Csaba, és tudom, hogy ennek a nemzetségnek Turul nemzetség a neve, és a Turul mégiscsak a kerecsen sólyom felé tud ornitológiai értelemben elhajolni, akkor a Csaba mit fog működtetni? Hát mit csinál egy ilyen madár? Lecsap, nem tudom, hogy hallottunk-e róla. Tehát a tulajdonság hozza magával, és ez a Csaba egy csapot is jelent, energiáknak a csapját. És ezen belül, ha eljutok álmoshoz, aki visszahozza az álomvilágba felejtett hagyományt, mert vezére a Szentlélek volt, és eljutok Árpádhoz, akkor egy biztos, ha Attillát folyóvízbe temették, vagyis a medrébe, akkor mit jelent az, hogy ár, és mit jelent az, hogy pad? Naponta mondjuk, árad, apad, árad, apad, árad, apad. Tehát egy egyetemes, hatalmas energia folyamnak az önszabályozása van benne Árpád nevében, mert ha kiárad, majd vissza fog húzódni. Ha visszahúzódott, megint kiárad. Na most őszintén megint a klasszikus kérdés, mit nem lehet ebbe megérteni? Hát saját nevét meséli el, csak egy rendszerbe ágyazva. És bizony jön egy hatalmas nagy kiáradás, eljutnak a vezéri szigetre, és a vezéri sziget, de megint visszatérek, azért gondoljuk végig, milyen gyönyörű ez az útvonal. Felső Tisza vidék, Tisza mentén, Tisza, ahogy a Dunába ömlik, és a Duna mentén vissza a Duna kanyar térségébe. Hát a Kárpát-medence legfontosabb ütőereinek az összeköttetése. Tényleg energiák, tehát magát az életet fogja jelenteni. És átkelnek a magyar réven majd. Most megfuttatom, magyar rév. Miért magyar rév? Mert a hét fejedelmi személy az átkelést Attila király városába ott hajtotta végre. Ezért mind a mai napig azt a helyet magyar révnek nevezik. Magyarul a rév mit jelent? Helyrévész, révész, ifjú magyar révész, vígy át a nagyhajón. Itt a rév a kulcsszó, ami a révülésre megy.
Tehát ha van 7 csakra rendszer, van 7 bolygórendszer, és van egy révem, akkor a kettőt, a mikrokozmoszt és a makrokozmoszt 7-es rendszerét összekötve, már ott vagyok, ahol Attila van. Miért? Mert magyarul a vár azt is jelenti, hogy vár. És kinek az örökségébe megyek? Az övébe megyek. És írják a krónikák, hogy nagyon boldogak voltak, mert itt már békével és nem háborúval érdemesek voltak Attila király örökségének visszavételére, és említi, hát itt a pilisi háromszög belsejébe járunk, hogy egyes palotákat földig romban, egyeseket pedig nem. Na most valaki megnézi ezt a térséget, már mit tudok mondani? Hát gyakorlatilag szinte minden földig van rombolva, kivéve a Perem vidéken egy-két régészeti emlék, azért Visegrád, Esztergom, a mai Buda térségében, ahogy előkerül. Tehát ez mit jelent? A magyaroknak be kellene jönni. Csak van egy probléma, ez a legnehezebb. Miért? Mert nincs honnan bejönnünk, mert itt vagyunk. Tehát közhelyszerű fejben, szívben, lélekben itt kellene lennünk. És abban a pillanatban megvalósul egy következő nagy csoda. Visszatérve, tehát most már gyorsítva leírja, hogy mind a kobzosok és a fúvós hangszert említ tárogatósok, regősök éneke egy szimfóniába egyesül, magyarul egy harmónia jelenik meg, szertartás, szeretet lakoma, tehát ilyenek, hogy lakomát csaptak. És pontjól a megfogalmazás. Lényeg az, hogy ezt lehetne úgy is mondani, hogy agapé, tehát étel és italáldozat. Miért? Mert Attila városának országában, a fővárosban és az ő palotájában, Attila révén miben részesülünk? Nyelvi úton. Étel és ital. Tehát Attila nevében hangalakilag az étel és ital is ott van. És az én vérem bizony ital, az én testem bizony étel, tehát a nemzet számára, ha nem is liturgikus keretek között, de meggondolandó, hogy tényleg Attila mit jelent. Hát azért ezek alapvető tudnivalók. És a nemes Árpádnak és a vezéreknek aranytányérba szolgálják fel az ételeket, a közrendűeknek és a parasztoknak, na most jönnejenek a közrendűek és parasztok mondjuk, ezüstedénybe. Hát valószínűleg egy ezüstedény nem maradna meg az asztalon, mert ki a zsebében, nem akarok rossz indulatú lenni, bele se férne. Arany az a napnak a féme, az ezüst az a holdnak a féme. Minek a felszabadítása történik? Szeretet által, szeretet. A fénynek a felszabadítása, a napba és a holdba. És így ugrok át a képes krónikára, és ezzel zárjuk. Említettem ott a miniatúrát, tehát Árpád tettét megörökítő legnagyobb kép a képes krónikában, és a szövegben nagyon sok minden szerepel. Többek között ott Kusida követ, akit Szvatoplukhoz küldenek, és van Kusidnál kulacs, van tarsoly, vagy valami kis szütyő, amiben a dolgait teszi, és megint mi a feladat? És gondoljuk végig, Anonymous írta pár száz évvel korábban az ő művét. Pár száz évvel később, Nagy Lajos idejében írja a képes krónika, szerzője az ő művét. Egyetemes a tudás, Árpád vezér először is mit vizsgál meg? A földnek a minőségét. Kóstoljuk meg a Duna vizét. Vajon milyen? Van-e olyan édes, mint a szkítiai folyók vize? Holott ez is Szkítia. Nézzük meg a földnek a minőségét. Vajon elszennyeződött-e? Nézzük meg a növényvilágnak az ízvilágát. Vajon van-e olyan édes? Hát minden városlakó tudja, hogyha a gyümölcsökön él nyaranként, évről évre azt konstatálja, nem mindig, mert hullámzik. De egy biztos, az a gyümölcs, amit eszünk, olyan édes, mint gyerekkorunkban már nem lesz. Hogy? Gondoljuk végig. És emlékszem, amikor én gyerek voltam, az öregek legyintettek. Az ő gyerekkorában milyen ízek voltak. És akkor hogy magyar? Hát a gyerekkor megszépíti, nem erről van szó.
Hát akkor nézzük meg, milyen volt egy kifli a 70-es években. Én ismertem olyan embert, Nyugat-Németországban élt, minden hónapban hazajött Porsche versenyautóján, hát tehetős volt. Hazajött az édesanyját meglátogatni, miért? Hogy kakaót igyon és itteni kiflit egyen. Hát most sütheti. Tehát most nem akarom ilyen irány, de hogy érzékelni kell. Tehát ha egy nép valamit vissza akar kapni, akkor nem árt megtudni, hogy az a haza milyen állapotban van. És akié a föld, akié a víz, akié a fű, azé minden. Most nézzük meg, hogy mi milyen tulajdonban van. Európa legnagyobb világ legnagyobb ivóvízkészlete, földek, nem akarom ezt dramatizálni. Lényeg az, hogy jön a víz, jön a Duna vize, Árpád vezér és övéi megkóstolják, és Árpád vezér a saját ivókürtjébe tölti a Duna vizét. Ábrázolja is a képes krónika, és felemeli az ég felé. Na most a kürt az melyik égitestnek a megidézője, amelyik vizekkel van kapcsolatban? Pont áradapadás vonatkozásában. Hát ez magának a holdnak a formája. És bizony felemeli. De tovább lépünk ezen, mert a legközelebbi égitest a naprendszeren belül hozzánk tényleg a mi holdunk. Na de tovább megyek. És erre a kürtre megkéri az Istent, hogy ezt a földet adja a magyar népnek mindörökre. És mi történik? Háromszor Isten nevét kiáltják fel az égbe, és írja a képes krónika, ez történik 677-ben a képes krónika szerint. Most a 895-6-tal nem foglalkozunk, az elmúlt alkalommal részleteztük. Hát ez megint olyan nyugodtan felejtős kategória. De az érdemes megtanulni, nagyon fontos. 677-ben vagyunk. Ugyanis, ha Attila fia Csaba, Csaba fia Ed, Ed fia Ügyek, Ügyek fia Előd, Előd fia Álmos, Ügyek Előd állandóan változik. Öt nemzedék egy generációra maximum 30 évet adnak, és már visszajönnek, nemhogy 450 év eltelik. Sose tudjuk, hogy honnan jövünk és hova akarunk menni, de hála a besenyőknek, bepofoztak minket, hála a frankoknak, szlávoknak, mindenkinek, hogy nem pofoztak ki minket. Hát mindenki ide szeretne bejönni, de egybe tartani, akárhogy nem lehet. És nézzük meg, hogy a krónikáink milyen nemes egyszerűséggel figyelmeztetnek, hogy mivel lehet egy hazát egybe tartani. Mi kell hozzá? Kell hozzá a szeretet, kell hozzá a jóisten, kell hozzá a lélek, kell hozzá egy örökség vállalása és egy küldetésnek a megvalósítása. Ha ez együtt van, akkor a világ végéig és még két nap megmaradunk. De még történik valami, tehát elmondja, ez a hagyomány, hogy a magyarok háromszor Isten nevét az égbe kiáltják, ez egy szertartás. Mind a mai napig megvan. Ma hol van? Ma egyszerűbb azt mondja, hogy Szent István, hát elnézést, már 1358-ban vagyunk, és a Teremtő Istennel való kapcsolatfelvételt nem Szent Istvántól eredezteti a haza vonatkozásában, hanem Árpád vezértől, és nem került tiltólistára, hogy különben meg pogány volt. Szóval ezek tényleg már olyan pongyola dolgok, hogy ezzel foglalkozni nem akarok, hanem végén csattan az ostor. És ezt írja a képes krónika. Visszaadta az Úr tehát a magyaroknak Pannóniát. Tehát mi történik? Egy nemzet újra érdemes lett hazájának visszavételére, visszafoglalására, és nem csak arról van szó, hogy mi akartuk, persze, hogy akartuk, de mi a leglényegesebb? Az Úr adta. Ahhoz viszont, hogy az Úr adjon, azt ki kell érdemelni. Köszönöm szépen a figyelmet. Polgári monológ. Érték a felszínen.